Mi lesz akkor a világban, amikor az ismert dolgok már elfogytak körülöttünk? És akkor ugye persze az ember azt a kérdést teszi fel, hogy mi lesz. Idézünk egy klasszikust, hogy mi lesz, azt biztosan tudom, de hogy addig mi lesz, ezt Kun bácsi mondta, de vitatkoznak, hogy mikor mondta, melyik évben emlegette ezeket, sok különböző évben szokott ilyeneket mondani. De mégis erről a 137 kvintillió évről szeretnék beszélni, az univerzum jövőjét, tehát mondom, ilyen 150-es. Az ember azt kérdezi, hogy hát miben különbözik ez a tenyérjóslástól, vagy kártyavetéstől, asztrológiától, vagy hasonló áltudományoktól, miért mondjuk, hogy ez tudományos előrejelzés, vagy ugyanarról van szó, mi a különbség? Honnan van ez az önbizalom, hogy az ember 10-150. Évről mer mesélni? Onnan, hogy van egy jó modellünk. Van egy olyan modellünk a világ, ugye a fizikusok nem a világgal foglalkoznak, hanem a világ modelljeivel, aztán, hogy még valamennyire megfelel a világnak, az külön jó. Van egy olyan modellünk, ami elég nagy pontossággal megjósolja a múltat. És hát azért már 13,8 milliárd évnyi múltat vizsgálgatunk, és azt elég jól tudjunk a modellünkkel rekonstruálni, megjósolja a jelen. Tehát ki tudjuk számítani a modellünk alapján azt, hogy most mi van. És hát akkor azért bízunk abban, hogy ezt a jövőre alkalmazzuk, akkor sem fog túlságosan nagyot tévedni ez a modell. Mi van ebbe a modellbe? Lesznek itt ilyen zöldes-kékes kockákban irodalmi idézetek. József Attila, ugye azt kevesen tudják róla, Szegeden nem csak bölcsészkarra járt, hanem például a relativitás elméletét is tanult. Verseiben rengeteg természettudományos utalás van, és hát másfélét is lehet érdemes idézni tőle, tehát ez a tudományos modellre is alkalmazható, hogy a való világ varázsainak mérnöke. Tudatosan próbálunk ebbe a jövőbe látni. Mi ennek a modellnek az alapja? Hát először is vannak csillagászati megfigyeléseink, mit látunk az égen, csillagászati objektumokat, ezeknek az eloszlását, hogy milyen sűrűn helyezkednek el a galaxisok. Itt az egyetemen kezdték a 70-es években annak a vizsgálatát, hogy milyen matematikai modelleket lehet alkotni. Nem össze-vissza vannak az égen, talán többen látták azokat a képeket, egy csipkeszerű eloszlást alkotnak. Milyen tulajdonságaik vannak ezeknek a légi objektumoknak. Az egyik legfontosabb dolog, amiről itt sok szó lesz, hogy az univerzum tágul, hogyan tágul, milyen függvények szerint, milyen fizikai törvények alapján. És persze, hát pontosan az ember alkalmazni próbálja a világegyetemre a megismert fizikai törvényeket, a Földön megismert fizikai törvényeket. Nem volt ez magától értető, de az ókoriak azt hitték, hogy egészen más törvények vonatkoznak az égi testeknek a körmozgásaira, illetve a földi testeknek a lassuló piszkos mozgás, minden megáll, meg egyebek. A nagy áttörést Newton érte el, amikor ugyanazzal a fizikai törvénnyel tudta leírni az alma esését és a hold keringését, azóta bízunk abba, hogy az egész világegyetemben ugyanazok a fizikai törvények érvényesek. Hát eddig elég nagy rálátásunk van, hogy itt a körülöttünk levő kb. 14 milliárd fényév sugarú körben és 14 milliárd éves időben mindenhol ugyanazok a fizikai törvények uralkodtak. Mely törvényekről van szó? Hát elsősorban a kvantumelméletről és a relativitás elméletről, ami a többi fizikai tudománynak alapja. Nagyon fontos szerephez jut a termodinamika, a univerzumban levő jelenségeknek sok részecske együtt mozog, és ezeknek többször a termodinamikát tudjuk leírni. Persze kell tudnunk a részecskékről, és a részecske fizikusoknak a mindenféle friss fejleményeit is be kell építeni ezekben. Az ember használ még néhány filozófiai, esztétikai jellegű feltevést, például, amit régen úgy szoktam mondani, hogy világanyagi egységet. Ez pont azt jelenti, hogy akármerre nézünk a világba, mindenhol ugyanazokkal az elemi részecskékkel találkozunk, kicsit másfajta kombinációban jelennek meg időnként, mint itt, tehát az alap dolgok ugyanazok, és ugyanazok a fizikai törvények vonatkoznak rájuk. Másrészt a kozmológiai elv, amiről külön előadás szólt itt korábban, ezt nem akarom most részletezni. Többször fogok itt hivatkozni másfajta atomcsilles előadásokra, és azt mind, aki megnézi hozzá, mint a lábjegyzetek, akkor körülbelül 20-szor annyi órát kell végighallgatni, mint amennyit én most beszélek, de az alakot teljesebb képet lehet alkotni. Hát volt erről is előadás, hogy hogyan alakult ki ez a tudományos világkép. Kopernikusnak és Giordano Brunónak egymásnak ellentmondó képéből alakult ki az, hogy úgy gondoljuk, hogy a világegyetemben minden pont egyenrangú kozmikus demokrácia van, akárhol nézünk körül, ugyanolyan jellegű világot látunk. És persze kell ehhez az egész, a matematika, meg számítógépek, és a számítógépek segítségével ezeket a törvényeket, ezeket az adatokat, ezeket a gondolatokat olyan futtatható modellekké lehet összekombinálni, amik megmondják, hogy ez a modell szerint milyen a világ. És mindebből aztán ez az előadás, amiben pontosan erről volt szó, azok ilyen kis sárga kockában jelennek meg a korábbi atomcsilles előadásokról való hivatkozások. Tehát ennek alapján az ember akkor extrapolálja a jelenlegi világ ismereteit a múltra és a jövőre.
Hát ugye alapvető tapasztalati tény, ami az egész egyetem leírása alapul, ez az univerzum tágulása. Aki ismeri a fizikus nótát, tudja, hogy benne van, hogy tágul a tér befogadni világ nagy eszemet. A fizikusok meg is magyarázták, hogy miért tágul a világegyetem. Tessék elképzelni, itt vagyok én valahol a világegyetem közepén, ugye mindenki magát tekint a világ közepének, körülnéz és lát maga körül mindenféle objektumokat, és ezek mind nagyon utálnak bennünket, mert szaladnak erre. Minél messze vannak, annál gyorsabban szaladnak. Azt már inkább nem rajzoltam ide újabb nyilakkal. Hubble törvénye írja le ezt. A távolodás sebessége arányos a tőlünk való távolsággal. H az a Hubble állandó, amit igyekeznek megmérni a csillagászati tapasztalatok alapján. R a tőlünk való távolság, az objektumnak V pedig a sebessége. Ezt 1929 környékén, akkor még csak viszonylag kevés galaxisnak a adatai alapján állította fel ezt a törvényt, azóta pontosabbak az adatok, és egyre jobban igazolják ezt. Na most ez a tágulás, ez nem olyan, mint ahogy látszik, hogy valaki középen van, és a többiek szaladnak, ez egy nagyon demokratikus tágulás. Szemben azzal, ahogy sokan félre szokták érteni, ezért is nem jó szó az, hogy ősrobbanás, itt nem robbanásról van szó. A robbanásnál a nagy üres térben van valami kicsi ézi, ami aztán szétszalad, és vannak leggyorsabban szaladó repeszek, amik előre mennek, és előttük nincs semmi. Itt mindenkit körülvesznek a többi repeszek, és mindenki egyenletesen távolodik mindenkitől. Képzeljük, hogy itt vagyok én, ott vagy te, és azt látom, hogy köztünk van egy bizonyos távolság, és ennek a köztünk bennünket összekötő egyenesnek a mentén távolodsz te tőlem, és a sebességed az arányos a távolsággal. Megnézem, hogy ő hol van, hát egy másik irányban van, ő pedig annak az iránynak a mentén távolodik, és a sebessége az, hát igyekeztem úgy rajzolgatni, hogy a sebességek arányosak a távolsággal. Na, ha ugyanezt a szituációt megnézem a te szempontodból, akkor te magadat állni látod, és a te én hozzám képesti sebességednek a mínusz egyszeresével látsz engem távolodni, de ha megnézed, hogy te hozzád képest ő hogy távolodik, azt ebből ki lehet okoskodni, és pontosan te is ugyanolyan szituációt látsz, hogy hozzád képest szaladnak el a többiek. És hogyha az ő szempontjából írjuk le a jelenséget, akkor ugyanilyen vektorokat lehet. Ez a mindenkinek ugyanaz a világkép, a Hubble-törvény az mindegyik megfigyelőre egyaránt vonatkozik, ez pontosan a kozmikus demokráciának a megnyilvánulása ebben a jelenségben is. Na most sokan azt gondolják, hogy ez a világegyetem tágulása ez olyan, mint a fénykép nagyítása. Pedig nem ez a helyzet. A helyi objektumok nem tágulnak. Talán sokan látták Woody Allennek a Annie Hall című filmjét, ott ül szomorúan valahol, és azt mondja, hogy miért vagy szomorú? Hát most hallottam, hogy a világegyetem tágul, és akkor Brooklyn is tágul, és én is tágulok. Hát meg kell nyugtatni, hogy ő nem fog tágulni. Képzeljük el, hogy itt van egy részlet, fénykép a világegyetemről, ott van két galaxis, csak szimbolikusan. Ha ez egy fénykép, vettük két példányban ugyanazt, ha fénykép és nagyítjuk, akkor mit látunk? Nagyobb lett a kép, nagyobb lett a távolság, és nagyobbak lettek a galaxisok, az arányok ugyanolyanok. Ha viszont a világegyetem tágulását nézzük meg ténylegesen, akkor a tér az nagyobb lett, de az objektumok ugyanakkorák maradtak. És ezért a távolság per a méret, arány az megváltozott. Tehát ez a tértágulása nem keverendő össze a fénykép nagyításával. Most képzeljük el ugyanezt vissza, kihúzhatjuk, hogy akkor a világegyetem tágul, de a helyi objektumokat, a helyi kölcsönhatások összetartják, azok maradnak, még a galaxisok se tágulnak az univerzum tágulásával, Brooklynról nem is beszélve. Régen az anyag másfajta állapotban volt, ez az univerzum tehát, amely ezt a tágulást produkálja, ez olykor megváltoztatja az állapotát. Korábban másféle volt, ennek története van. Ez nem olyan, mint Madácsnál, a felhúzták az óraművet, és akkor az alkotó pihen, és a gép jár tengelyen, amíg el nem kopik, nem ugyanazt csinálja, különböző korszakai vannak, és más korszakokban másfajta események mennek végbe. Ez az univerzum tágulása nagyik legfontosabb következménye, hogy a csillagászat ilyen értelme történeti jellegű tudománya vált, különböző korszakok egymásból következnek, az objektumok fejlődnek, és más környezetben viselkednek, és ezt kell tanulmányoznunk, tehát ennek története van. Na most ebbe a történetbe aztán természetes módon be lehet illeszteni más tudományoknak az evolutív jellegű kifejezeteit, például a csillagfizikát, planetológiát, bolygótant, biológiát, történelmet. Hát persze ez nem mindig sikerül. Volt olyan korszak a kozmológiának, amikor azt mondták, hogy az univerzum 7 milliárd éves, ugyanakkor láttak 15 milliárd éves csillagot. Hát azt ugye elég nehéz elképzelni, hogy egy csillag nehezebb legyen, mint a körülötte levő világ, öregebb legyen. Most éppen egyensúly van, tehát minden adat stimmel, univerzum 14 milliárd éves, és nem látnak ennél öregebb csillagot, lekopogom. Na szóval,
Ezért az univerzum történetének a tudománya, a kozmológia, az nem csak önmagában a világegyetemmel foglalkozik, hanem az egész természettudományos világképnek egy keretelmélete, a többi tudományoknak a történeteit ebbe kell beleilleszteni. Na hát akkor nézzük ezt a történetet, mert azt olvassa, hogy kezdetben a világegyetem sűrű volt, meg forró volt, egyenletes massza volt, és ez tágult, gyorsan tágult, és ilyeneket szoktak rá mondani lilaim, hogy ez az ősi tűzgömb. Nem is gömb volt, hanem minden betöltött, de tűz sem volt benne, de forró volt, az biztos. Az ember elkezdte gondolkodni, hogy hogyan is kezdődött ez. Hát vegyük elő meg egyszer a Hubble törvényt, ami azt mondja, hogy a távolodás sebessége arányos a távolsággal. Itt vagyok én, nézzünk egy másik objektumon tőlünk bizonyos távolságban, ami R távolságban, akkor ő valamekkora V-sebességgel mozog. Nézzünk egy másikat, ami kétszer olyan messze van, tehát az ő távolsága kétszer R, akkor azt mondja a Hubble törvény, hogy akkor az kétszer akkor sebességgel távolodik. Hogyha van egy harmadik, ami háromszor olyan messze van, akkor annak akkor a sebessége 3V. Azért, hogyha mennek így, akkor elkezdünk a múltba visszafele. Onnan, hogy hát ha most távolodik tőlem, akkor valamikor itt volt. Teljesen elemi középiskolai vagy általános iskolai matekkal ki tudjuk számítani a távolságból meg a sebességből, hogy mikor is volt itt. Feltéve, hogyha állandó sebességgel távolodik, ami ugye nem igaz, de hogy első közelítésnek jó lesz, hogy kell kiszámítani, hogy mikor volt itt. Hát elosztom a sebességet, bocsánat, fordítva kellett írni, erret kell elosztani a V-vel, elnézést, rosszul a képlet. De lényeg az, hogy mindegyikre kiszámítjuk, mindegyikbe behelyettesítem ezeket az adatokat, és visszafele ki fog jönni a 1 per H. Mindegyikre ugyanaz. Az összes objektum ugyanakkor volt itt. Volt valamikor egy olyan pillanat, amikor minden objektum egyetlen pontban volt. Tehát a különböző távolságban vannak, azok nem olyanok, hogy egyiket feldobták ekkor, másokat feldobták akkor, hanem egy adott pillanatban mindenki itt volt. Ez az a nevezetes pont vagy pillanat, amire azt mondjuk, hogy nagy boom vagy big bang. Hát ez egy nagyon egyszerű modell. Azt mondtam, hogy állandó sebességgel távolodnak ezek az izék. Ki lehet számítani kicsit bonyolultabb módon is. Mindenesetre, hogy akkor minden itt volt, az nagyon másfajta esemény volt, vagy másfajta világ volt, mint a mostani. Tehát a jelenlegi világegyetemnek a története ekkor kezdődött. Most lehet, hogy ez túl primitív modell. Hát akkor nézzünk két embert, az egyik Roger Penrose, aki most kapott, 2020 őszén kapott Nobel-díjat, ez pedig Hawking, aki nem ért, ez fiatalkori képe, aki nem érte meg, de hogyha megérte volna, akkor ő is kapott Nobel-díjat. Nobel-díjat csak élő embereknek szoktak adni, Hawking pedig néhány évesen is meghalt. Ők bebizonyították még a 70-es években, hogy nem itt csak ilyen egyszerű modellnél, hanem jóval általánosabb feltételek mellett is igaz, hogy egyszer régen az összes anyag egy pontban volt. Tehát ezt nem lehet kikerülni, nem azon múlik, hogy milyen. Egyszerűen nézem, hát ez ilyen volt a világegyetem. Ebben a pillanatban kezdődött az univerzum története, tehát akkor is igaz. Na most a mérések alapján meg tudjuk mondani, hogy mikor volt ez a pillanat, és ez 13,8 milliárd évvel ezelőtt volt. Mivel kell ezt összehasonlítani? Ez nem olyan nagy életkor, emberhez képest sok, de a Földnek az életkora 4,6 milliárd év, tehát az univerzum létének egy harmadában már volt Föld. Tehát a világegyetem csak háromszor olyan idős, mint a Föld. Így már egészen másképp hangzik a dolog. Na most akkor természetesen ilyenkor minden laikus azt kérdezi, és gondolom, aki először hallott arról, tágul a világegyetem, rögtön azt kérdezi, hogy na és mi volt a nagy boom előtt? Vagy biztos volt egy korábbi másik világegyetem, vagy ilyesmi. Hát van egy analóg kérdés. Mi van északabbra az északi sarknál? Biztos egy másik föld van ott? Vagy? Na. Képzeljük el, itt a föld, föláll valaki, és azt mondjuk neki, hogy lépjél egy métert északra. Arra van észak, én tudom, mert erre kell lépni egy métert. Senki nem akadályoz meg. Arra kell menni. Ha valaki a Földön máshol áll, onnan is tud egy métert északra lépni. Innen is tud egy métert északra lépni. És ha az északi sarkon áll, akkor mi a felét csináljon, akkor merre lépjen. Ha valaki ahhoz ragaszkodik, hogy az északra fogalom az annyira alapvető, hogy mindenhol kell lenni északnak, elképzelheti, hogy ott lehet az északi sarkra ráragasztva még egy földgömb, és akkor ott van, akkor átlép a másikra, és ott megy tovább. És persze az ember ezt logikusan végig gondolja, akkor végtelen sok földgömböt kell egymás alá ragasztani. Én nem jártam az északi sarkon, lehet, hogy így van, de van egy ismerősöm, aki járt ott, és azt mondta, hogy nem lát ezeket a földgömböket. Mindenesetre, hogyha az ember ragaszkodik az ilyen elméleti fogalmak, már pedig az északra az mindenhol érvényes, akkor ilyen furcsa. Abszolút elméletekhez juthat. Ugyanez, és matematikailag tökéletes, hogy ez, amikor valaki azt mondja, hogy mindenképpen kell, minden pillanat előtt kell lenni másik pillanatnak.
És akkor ehhez ragaszkodunk, hogy az előtte fogalom az mindenhol érvényes, és akkor ilyesmiket mondunk, hogy az egyik világegyetem előtt volt, másik, mert hát miért, micsoda hülyeség az, hogy nem volt előtte. Hivatkozzunk egy régi szakértőre, aki megmondta ezt egy kicsit más kontextusban, azt mondta, hogy meg kell értenünk, hogy az idő kezdete előtt nem volt idő. Ezt Szent Ágoston mondta. Elég régen. De teljesen igaz van, a modern tudomány ugyanezt mondja. Szóval ismét kezdjük el a történetet. Tehát legelején volt a nagy boom, ami egy ilyen kitüntetett pillanat, szinguláris pillanat, amikor minden végtelenül sűrű volt, végtelenül forró és végtelenül gyorsan tágult. Ezt nyilván nem tudjuk a végtelet pontosan leírni, de elég közel tudunk menni a leírásba ehhez. Az olyan homogén volt. Mi az a homogén, hogy akárhova nézünk, mindenhol egyforma, nem voltak benne részletek, amiket meg lehet különböztetni. Kicsit később, akkor még mindig nagyon forró, meg nagyon sűrű, meg nagyon gyorsan táguló volt. Ez az, amiről beszéltünk, hogy az ősi tűzben belül is külön előadások szóltak itt az atomcsillem. Ha még egy kicsit később nézzük, akkor már kevésbé volt forró, de mi hozzánk képest még mindig nagyon forró volt, meg nagyon gyorsan tágult, nagyon sűrű volt. A homogén még egyszer az azt jelenti, ez egy fontos dolog, hogy akárhova nézünk, mindenhol ugyanolyan. És aztán elérkezett egy nagyon nevezetes pillanat, amikor megszűnt ez a homogenitás, és elkezdett térben differenciálni, az egyik helyen ilyen lett, másik helyen olyan. Ez más néven azt jelenti, hogy struktúrák alakultak ki. Először nagyon egyszerűek, hogy elemi részecskék. A kvarkokból álló forró homogén plazma összeállt, és akkor itt van egy proton, amiben vannak kvarkok, köztük meg van olyan hely, ahol meg nincsenek kvarkok. Ők voltak az első struktúrák. Később ilyenekből létrejöttek atommagok, atomok, csillagok, hegyek, völgyek, fizikusok, közönség. Ez mindegy. Az univerzumnak a története nem más, mint a struktúrák kialakulásának és a fejlődésének a története. Erről is szólt egy külön előadás, a különböző struktúráknak a szabályairól, a kialakulásáról, az őket összetartó szabályokról. Na hát akkor ezeknek a struktúráknak a történetét az ember vizsgálja, hát hogy is csináljuk, látjuk el. Vegyünk egy nagy számítógépet, tehát ez még egy régi csöves számítógép, nem tudom, látszik, hogy a bácsi éppen keresi, hogy melyik elektroncsövet kell kicserélni a 10 000 közül. Azóta sokat fejlődött a technika, de még ugye ma is vacakol az ember, hogy melyik drótot hova dugja ahhoz, hogy itt valami tisztességes közvetítés legyen. Milyen input kell ehhez? Hát be kell táplálnunk a gépbe a fizikai törvényeket, bizonyos mért számadatokat, mennyi az elektron töltése, mennyi a fénysebesség, stb. Be kell táplálnunk a feltételezett kezdő feltételeket. Az univerzum kezdeti pillanataiban mekkora volt a hőmérséklet, sűrűség, stb. Aztán mi az output? A gép, ha jól kiszámolja, akkor megmondja a fizikai mennyiségek történetét. Például rajzol egy függvényt, hogy a hőmérséklet az idővel hogy változott, csökken, de hát milyen ütemben kirajzolja a görbét. Aztán megmondja a struktúrát történetét, hogy melyik pillanatban mekkora sűrűség, nem mekkora hőmérsékleten jöttek létre például az első atommagok, vagy az első csillagok. Az is kijön, hogy ezek hogy osztanak el. Tehát például milyen átlagos távolság van két galaxis között. Egy ilyen rendes modell az ilyeneket is kiszámítja. Tehát ezeknek az elosztását. Például egy nagyon nevezetes adat a kémiai elemek gyakorisága, hogy a különböző atomokból egyikben nagyon sok van, másikból kevés, és ezt történetileg tudjuk megmagyarázni. Ez nem atomszerkezeti okból, hanem hogy a univerzum történetében mikor, hogy keletkeztek azok az atommagok, egy ilyen sztorinak kell kiadni az ilyen típusú eredményeket. És nagyon fontos a visszacsatolás. Ezeket az adatokat összehasonlítjuk a csillagászati tapasztalattal. És visszahelyettesítjük és módosítjuk például a fizikai törvényeket, vagy a számadatokat, vagy a kezdőállapotokra való feltételezést, és akkor ezt a kört, ezt a visszacsatolásos kört járatjuk. Hát immár több mint 70 éve próbálkoznak ezzel a fizikusok, hogy egyre pontosabb modellt alakítsanak. Ugye repeat until fill, addig kell ismételgetni, ami stimmel. Ha stimmel a világegyetem jelenlegi állapotával, akkor egyrészt elhisszük, hogy a jó modellünk van, másrészt azt gondoljuk, hogy ez a modell, ami nem csak úgy magába írta le a mostani világot, hanem a múltját is leírta, mert azt számolték, hogy hogyan alakult ki a kezdőállapotokból a mostani, akkor el lehet hinni neki, hogy a múltat is jól leírja. Hát most körülbelül itt tartunk. Hát akkor milyen történetet sikerült rekonstruálnunk? Nézzük meg. A világegyetem története egymást követően érákra, tehát ilyen kozmikus korszakokra osztik. Volt a nagy boom, utána van egy korszak, amiről nem tudunk semmit, de erre büszkék vagyunk. Ez a kvantumgravitációs korszak, amikor olyan fizika kell, ami még nincs. Amikor a kvantumelméletet meg a relativitás elméletet majd egyesítik, 2052-ben adják ki az első Nobel-díjakat, tessék igyekezni. Itt ülő hallgatóság, vagy ők tanítványai lesznek azok, akik ezt a Nobel-díjakat megkapják. Hát ez már régóta dolgoznak, de a mostani fizikusoknak nem sikerül, majd a következő generációnak.
Azt tudjuk, hogy akkor olyan viszonyok uralkodtak, hogy ennek a leíráshoz a kvantumgravitáció kell. Hát, hogyha majd valaki megcsinálja, akkor nagyon jó. Ez kb. 10⁻⁷ másodpercet jelentett, a, ugye a nulla a vessző, és 40-valahány tizedessel, és utána van még csak valami piszok a végén. Tehát egy ilyen pici kis számadat másodpercben erre. Van itt egy kis szünet, azokra a korszakokra nem nagyon tudunk semmit. Aztán utána van az infláció korszaka, az 10⁻¹⁵ másodpercnél volt, tehát ugye 10 milliárdszor annyi idő telt el, mint a kvantumgravitációs korszak, ezek itt rettenetesen nagy szakaszok, csak hát az ember életéhez képest nagyon rövid, de az alatt nagyon sok minden történhetett. Az inflációról még lesz szó, akkor az univerzum tágulása gyorsult. Nagyon rövid idő alatt hirtelen sokszorosára, 10-60-on szorosára kitágult az univerzum. A későbbi korszak az, amiről már vannak sejtéseink, a úgynevezett GOT, tehát ez a Grand Unified Theory, nagy egyesített elméletek. Részecske fizikusok azon dolgoznak mostanában, hogy a meglevő, a gyenge, erős és elektromágneses kölcsönhatásra vonatkozó elméleteket egy nagy elméletbe egyesítsék, és ennek is vannak mindenféle részecske fizikai meg egyéb következményei. Hát ezt a korszakot ez a bár majdnem kész elmélet írja le. Később aztán következett a Hadron korszak. Ugye lehet látni, hogy mindig másfajta objektumok és másfajta kölcsönhatások játszák a főszerepet az adott korszakokban. Hadronok azok olyan elemi részecskék, amik például a proton meg a neutron, meg ezeknek a nehezebb rokonai, ezeket állandóan vizsgálgatják a CERN-ben, erről írnak mindenféle dolgozatokat. Itt ülő fizikusok, akik az előbb itt voltak, ők ezek nagy szakemberei. Tehát ez már ismert dolog. Ilyen hőmérséklet, ilyen energiaviszonyok, ilyen reakciók már vannak itt a Földön a részecske gyorsítókban. Ennek a vége körülbelül 3 perccel a nagy boom után van. Tessék észrevenni, minden korszak sokkal hosszabb, mint az előző. Miért? Csökken a hőmérséklet, lassul az anyag mozgása, és ezért minden sztori egyre lassabban történik. Eleinte nagyon gyorsan mozgott az anyag, később már lassabban. Ez a korszak már 3 percig tartott. Következő korszak az, amit lepton korszak, azok a könnyű elemi részecskék, elektronok, mionok, meg egyebek, ezek játsszák itt a főszerepet, és ennek a korszaknak a végén már gyakorlatilag az összes elemi részecske az antirészecskével találkozott és elreagált, hogy miért maradt egyáltalán anyag, miközben az antianyag nagyjából elfogyott. Erről is volt valamikor régebben itt egy előadás, hogy most vizsgálgatják a CERN-ben az antianyag tulajdonságát, vajon miben különbözik mégiscsak a anyag meg az antianyag. Mindesetre ami maradt, az micsoda? A részecskék szétsugárzásakor keletkezett fotonok, ezért a sugárzási korszaknak vagy fotonkorszaknak lehet nevezni. Ennek a vége, ez nagyjából 380 000 évvel, tehát itt már nem töredék másodpercekben, nem percekben számolunk, hanem években, 380 000 évvel a nagy boom vége után volt ennek a korszaknak a vége, akkor hűlt le annyira az anyag, hogy létrejöttek az első atomok. Addig ugyanis túl meleg volt, az, ha véletlenül összeállt volna egy hidrogénatom, arra jön egy kószafoton és szétveri. Rázgódó vonaton nem lehet kártyavárat építeni. Amikor már nem rázkodik annyira, akkor már lehet ilyen struktúrákat létrehozni. Itt jöttek létre az atomok, és az atomos anyag instabil gravitációsan és összeállt csillagokká. És akkor kezdődött a csillagkorszak, ami azóta is tart. Tehát az anyag összeállt az univerzumban csillagokká, galaxisokká, egyebekké. Most valahol itt tartunk. 13,8 milliárd év telt el azóta. Másodpercben ez 10-18 másodpercet jelent nagyságrendileg. Szoktak ilyen ábrákat rajzolni, ahol ezt a diagramot próbálják bemutatni, és akkor mindig belerajzolják az univerzumban éppen levő objektumunkat. Hát elég nehéz áttekinteni, de valaki felismer például ott egy kvarkot, vagy egy galaxist, akkor látja, hogy nagyjából egy formák már mit a rajzol. Vegyük észre, hogy ez az egész sztori olyan, mintha az ember nézne valami folytatásos tévéjáték sorozatot, de mindig egyre lassabbak, egyre hosszabbak ezek a fejezetek. De mindegyiknek más a főszereplője. Ugye mindenhol ugyanazok az alakok vannak, de mindig máson van a hangsúly. Egyszer a nehéz részecskék, aztán a leptonok, aztán a fotonok játszották a főszerepet, később az atomok és ilyen könnyű struktúrák, amik már atomokból állnak össze, meg egyebek. És akkor most jön a nagy ötlet. Ez volt ugye a rekonstrukció. Az eddigiek alapján sikerült rekonstruálnunk a múltat, meg a jelent. Ott a számítógép, ha már itt fut, ne állítsuk meg. Hagyjuk, hogy tovább fusson, és kiszámítsa ennek a sztorinak a folytatását. És akkor eljutunk az univerzum jövőjéhez. És így ennek a folytatásaként, mivel az eddigiek ennyire sikerültek, ennek alapján tudjuk többé-kevésbé biztosan megmondani, hogy mi lesz később. Hát folytatjuk. De első meglepő következtetés, szóval az univerzum nagyon fiatal. Hát 13,8 milliárd év, az emberben egy kicsit öreg, de univerzumban viszonylag fiatal.
Hogy lehet ezt viszonyítani? Mihez képest fiatal? Hát az éppen benne folyó folyamatokhoz képest. Folytassuk azt a rajzot, amit az előbb mutattam. Ugye ott volt a bal szélén a fotonkorszak, aztán az atomkorszak, és akkor elkezdődött a csillagkor. Hát valamikor ennek is vége lesz. De ha jól megnézzük, ennek pont az elején vagyunk még. Az a 13,8 milliárd év, ami eltelt, az a csillagkorszaknak még csak egy nagyon kis szakasza, hiszen ennek a vége, a következő ilyen korszakváltás, az kb. 1000 milliárd évnél lesz, tehát a világ egyetem, amikor kb. 100-szor öregebb lesz, mint most. Hát éppen most kezdődött, mint a tavasz első napja, hát akkor még hátra van 100 ilyen nap. Stimmel? Éppen csak elkezdődött. Hogy lesz ezt mérni? A csillagokban az a folyamat zajlódik le, hogy a hidrogént, magokat héliummá alakítják, később aztán mást is csinálunk, de ez az alapvető dolog. A hidrogénből hélium lesz. Vagy idézzünk egy már kevésbé ismert klasszikust, egy Levin nevű csillagászt, azt mondta, hogy korunk főtartama a hidrogénből a héliumba való átmenet. És tényleg, hát a csillagok nagy részében az történik, hogy a hidrogénből hélium lesz. De az összes csillag eddig még csak a hidrogénnek az 1%-át dolgozta föl. Tehát az olyan nagy része az még az eredeti hidrogén, és akkor sok csillagoknál még sokat kell dolgozni. Aztán a héliumból később szenet meg egyéb nehezebb anyagokat, hosszú, fáradtságos szintézisre, aztán vasat is gyártanak, szupernova robbanásban eljutnak nehezebb elemekig, uránig, meg hasonlókig is. De mindesetre ma még az anyagnak a nagy része hidrogén. Na. Szóval a lényeg az, hogy az anyagnak még hidrogén, tehát ennek a jelenleg folyó folyamatnak még csak az elején vagyunk. Tehát első jóslatunk nagyon konzervatív. Holnap ugyanaz lesz, mint ma. Nem tudom, tudják-e, hogy Magyarországon a legjobb időjárás jelentés, vagy időjárás előjelzés azt mondani, hogy holnap ugyanolyan idő lesz, mint ma. Ez az esetek 30-40%-ába beválik. A kelet-európai síkságon pedig egy hétig ez működik, mert ott még lassabban változnak a folyamatok, nem kell nagy kutatóint ezeket fenntartani a meteorológiára, mondjuk azt, hogy ugyanolyan lesz. Hát itt is. A csillagkorszak most kezdődött, tehát akkor nyilván holnap is még ugyanaz történik. Tehát folytatódik a csillagkorszak. És akkor ennek alapján el tudjuk mondani, hogy mi is történik a csillagkorszakban. Volt a kezdeti, ugye még az ősrobbanás óta maradt kezdeti gáz, és akkor ez bekerül mindenféle gázfelőkbe, amikor a gravitáció elkezd összehúzni. Vannak kisebb gázfelők, amiket nem tudja eléggé összehúzni a gravitáció ahhoz, hogy csillag legyen belőle. Ezek az úgynevezett barna törpék. Éppen most a napokban jelent meg egy olyan hír, hogy nagyon sok barna törpét találtak, tehát elfuserált csillagokat, amik infravörösen világítgatnak, de nincs bennük magfúzió. Jeleket találtak a tejútrendszerben. És a többi viszont bekerül egy ilyen nagy reprocesszáló körbe. A gázfelő összehúzódik, és először ilyen protocsillag lesz belőle, aztán csillag. Csillagok egy része, miután elhasználta, tehát üldögélt néhány milliárd évig, és elhasználja a benne összegyűlt hidrogént, akkor szépen csendben kihűl, összehúzódik fehér törpévé, aztán kihűl és fekete törpe lesz belőle. A napnak is ez lesz a sorsa némi átmeneti korszakok után, a napot azt még majd külön megnézzük. De vannak olyan csillagok, amik mennek tovább itt a körfolyamatba, és vörös óriások lesznek, aztán egyszer csak szupernovaként felrobbannak. Erről is volt külön előadás a szupernova robbanásról már. A végeredményként a csillagnak a magja visszamarad jól összesűrűsödve, és abból vagy neutron csillag lesz, vagy fekete lyuk. A többi anyag meg kiszóródik az űrbe. Bekerül a gázfelhőbe, ez egy ilyen reprocesszáló folyamat. A különböző csillagoknál a kritikus paraméter az, hogy mekkora a gázfelhőnek a tömege. Kisebb gázfelhő nem tud csillagá válni, mert nem tudja összehúzni a gravitáció. A nagyobbat jól összehúzza, és az gyorsan működik. Azok rövid ideig élő, de nagyon fényesen világított csillagok. Közepesek olyanok, mint a nap, még kisebbek azok lassan pislákolnak. És a legkisebbek azok be se gyulladnak. Az anyag visszakerül ebbe a reprocesszáló láncba, és megint bekerül a gázfelhőbe, és utána ismét csillag lesz belőle. Az a szén és vas, ami a napban van, azt nem a nap gyártotta le magfúzióval, korábbi csillagok belsejébe keletkezett, és a szupernova robbanás dobta szét, és utána újabb újból összegyűlt. Na most ennek a folyamatnak vannak melléktermékei. A csillagok létrehoznak nehezebb elemeket, azokat is szétszórják az űrbe, és azok egy része nem kerül be újabb csillagokba, hanem ilyen, hogy mondjam, a szemétdombon lesz belőle valami, például a bolygó. Vagy élet.
vagy civilizáció. Tehát ezek a alapvető folyamatnak a melléktermékei. Hát ennek alapján akkor elmondhatjuk, hogy milyen a Földnek és a naprendszernek a jövője. Körülbelül a naprendszer életének a felénél tartunk. A nap 5 milliárd éves, és a számítások szerint még körülbelül 5 milliárd évre való üzemanyaga van. Próbáljuk lerajzolni a naprendszert. Ez itt a nap, a közepén a napnak a sűrű magját rajzoltam le. Itt mellette ott van a Föld, látszik, hogy óceán is van rajta minden. Kicsit messzebb volt a Jupiter, annak külső szép színes felhői vannak, belsőben meg a fene tudja mi van. Hát keringenek. A nap viszont egyszer csak elhasználja az üzemanyagát. 5 milliárd év múlva megszűnik benne ez az alapvető folyamat. De hát régebben kicsit másképp mondták, Madács ugye azt mondta, hogy 4000 év után a nap kihűl, és a 4000 év milyen, hogy a napot pótolni megtanuljuk. Mi most már más skálán dolgozunk, mindig azt mondjuk, hogy 50 év múlva kész lesz a fúziós reaktor, ami majd pótolja a napot. Most is azt mondják. De hosszú távon a napnál viszont másféle skálákra kell gondolni. Még egyszer a nap az 5 milliárd, a Föld az 4,6 milliárd éves. Még eltelik 5 milliárd év, és akkor a napból vörös óriás lesz. A belseje összehúzódik, a külseje pedig annyira megduzzad, hogy sokkal nagyobb lesz. A napnak az átmérője most 1,5 millió kilométer. Amikor vörös óriássá fúvódik fel, akkor 300 millió kilométer lesz az átmérője. Az anyaga ugyanaz, ez azt jelenti, hogy rettentően ritka lesz ez anyag, hiszen milliószor nagyobb térfogatot fog kitölteni, ami azt jelenti, hogy valamivel ritkább lesz, mint amit a laborban vákumnak hívunk. De mindesetre a Föld benne lesz a napnak a légkörébe. Mert idáig kiér a napnak az anyaga. Jupiter is hát úgy kellemetlenül érzi magát. Mi történik még később? Ez viszonylag rövid ideig tart, tehát néhány millió évig tart egy ilyen állapot, vagy csak néhány százmillió, míg a csillag élete az milliárd években mérhető volt. Végül ez a külső ritka gázfelhő eltávozik és visszamarad a nap belsejében az a központi mag, amiből ugye fehér törpe lesz. Megint egy idézet, tessék elkezdeni, az első ilyen előadásomat egy hasonló témáról 1976-ban tartottam, és azt mondtam, hogy a vörös óriásból egyszer törvényszerűen fehér törpe lesz. És a jelenlévő pártitkárok csúnyán néztek. Na mindenesetre, mi lesz itt később? Hát amíg a napnak a légkörében keringett, a Földről eltávozott a légkör, leégtek az óceánok, tehát egy ilyen ropogósra sült kődarab marad a Földnek a helyén. Nagy valószínűséggel a Jupiterről is a külső légkört meg egyebet leégeti egy ilyen vörös óriás környezetében való tartózkodás. Hát ez nem a, hogy mondjam, a legkellemesebb jövő a naprendszernek. Hogyha ugye azt mondtuk, hogy melléktermékként volt bolygó, meg élet, meg civilizáció, a bolygó hát vagy megsül, vagy elpárolog, az életet meg a civilizációt meg nyugodtan kihúzhatjuk itt ebből a jövőből, ha csak nem találunk valami egérutat. Ezt majd meglátjuk, ez utódainknak a feladata. Megkérdezhetjük, hogy meddig tart ez a csillagkor. Hát addig, amíg minden csillag elhasználja a hidrogént. Tessék elképzelni, ott volt az a reprocesszáló kör, csillagok szétszórják az anyagot, visszakerül, de hát egyre kevesebben a hidrogén, mert egyre több csillag gyártott belőle nehezebb elemeket. És végül elfogy a hidrogén. Amíg az összes hidrogén elfogy, akkor végre lesz a csillagkorszaknak, mert már nem lesz olyan csillag, ami hidrogénből héliumot csinálja. Most a csillagok élettartama tömegüktől függ. A gravitáció összehúzza őket, nagy tömeget jól összehúzza, azért meleg lesz, és hogy gyorsak a folyamatok. A napról mondtam, hogy az kb. 10 milliárd évig világít. Vegyünk egy olyan csillagot, ami kb. 50-szer nehezebb a napnál. Sokkal nehezebb, 1000-szer nehezebbek nincsenek, erre van korlát, hogy mekkora lehet egy csillag, de mondjuk egy 50-szer nehezebb csillag 1 millió év alatt, ami azért már mondjam, jóval kézzelfoghatóbb, 10 milliárd évhez képest sokkal kevesebb, 1 millió év alatt elhasználja az összes üzemanyagát, tehát kék óriások, tehát sokkal nagyobbak, és melegebb van bennük, és gyorsabban mennek benne a magfizikai folyamatok. Vegyünk egy kisebb csillagot, mondjuk 10-szer kisebb, mint a nap, az 1000 milliárd évig elpislákol. Lassan jár tovább, égsz mondják ezek a vörös törpe nevű csillagok, sokáig égetik, lassan égetik az üzemanyagot. Hát amikor már ezek is elhasználták az üzemanyagot, na akkor ez vége a csillagkorszaknak. Kihújnak az utolsó csillagok, lekapcsolják a villanyt, és onnantól kezdve a világegyetemben nincsenek csillagok. Tehát ez lesz az, amit az előbb mondtam, hogy az időtengelyen a csillagkorszaknak is valamikor vége van, és egy újabb korszak kezdődik, ez kb. 1000 milliárd év múlva lesz. Ugye ebből még csak eddig 13 milliárd év telt el, tehát 1%-nyi.
Na most az az érdekesség, hogy a vörös törpék azok, ezek szerint 1000 milliárd évig elpislákolnak, de lehetséges, hogy valamilyen folyamat történik, hogy az egész kódszeráit felszámolják. Képzeljék el, hogy van egy ilyen tévévállalkozás, ahol ilyen egyre lassabb szappanoperákat játszanak, aztán egyszer csak csődbe megy a cég és bezárják. Színészek ott vannak és még játszanák a következő felvonásokat, tehát a vörös törpék még ott vannak és szeretnének világítgatni, még nem fogyott el a hidrogén, de bezárják a színházat. Ez esetleg, hát ez attól függ, hogy milyenek a viszonyok, ez egy lehetséges dolog, a fizikusok felvetették, de beleszól a globális dinamika, mégpedig úgy, hogy véget ér, sőt visszafordul az egész univerzumnak ez a tágulási folyamata. Megáll és átmegy összeroskodásba. Volt szó külön előadásokon ilyesmiről, hogy ezek a görbék, ezek többször szerepeltek, mindenki láttam már sokszor. Ez az univerzumnak a tipikus méretét mondja az idő függvényében. Viszintesen van az idő. Ezeket a görbéket 1921-ben egy Alexander Friedman nevű orosz fizikus számolta ki Einstein egyenletei alapján. Einstein akkor nem fogadta, mert ő akkor éppen abban utazott, hogy az univerzum állandó állapotú, de később, amikor kiderült, hogy tágul, akkor elővette Friedmannak a számításait, és megmutatta, hogy Friedman akkor már nem élt, megmutatta, hogy Friedman ezeket ő már korábban kitalálta, itt van Friedmannak a képe. Ugye kezdetben ott van a nagy boom, amikor elindul a világegyetem tágulása, és attól függ, hogy milyen ez a tágulási görbe, a végén, hogyha összeomlik, akkor valamikor a tágulás megáll és összeroskad. A görbék teljesen azonosak azzal, amikor a Földről földdobok egy követ, megáll valahol, aztán visszazuhan. Ha elég nagy sebességgel dobom fel, akkor elrepül a végterembe, ha lassabban, akkor visszaesik. Pontosan ugyanaz a matek írja le ezeket. Tehát lehet olyan összeomló univerzum, lehet végtelenségi táguló világ. Ezekből mindegyikből csak egy görbét rajzoltak meg, de lehet különbözőeket. Hamarabb visszaesik, később visszaesik, még később esik vissza, vagy gyorsan elmegy a végterembe, vagy lassabban megy, és ezeket elválasztja egy ilyen kritikus görbe. Ma ott vagyunk, hogy viszonylag közel vannak ezek a görbék, tehát sokáig nem tudták pontosan megállapítani, melyiken vagyunk, tehát hogy vissza fog esni, vagy nem. És ezért a régebbi kozmológia könyvek ezzel a dilemmával, vagy trilemmával voltak teli, hogy melyik típusú görbén vagyunk, mi lesz az univerzum hosszanti sorsa. Mindenesetre az állítás a következő, hogyha jelenleg az univerzumnak, a anyagának a sűrűsége nagyobb egy kritikus értéknél, akkor összeroppan az univerzum. Ez a kritikus érték 10-29 gram per köbcenti. Ezt a Hubble állandóból lehet kiszámítani. Ez körülbelül azt jelenti, hogy 6 proton per köbméter. Most ebben a teremben kicsit nagyobb a sűrűség, tehát egy emberben ugye van 10-20 sokadikon proton, és akkor még emberből is több van itt, de hát mi nem is vagyunk tipikus helyek a világegyetemben. A világegyetemben általában nagy űrök vannak, és a maritott kószár egy elemi részecske. Tehát az, hogy 6 proton per köbméter, az úgy körülbelül megegyezik ugye első blikre az univerzum sűrűségével, sokáig nem tudták eltönteni, hogy ennél nagyobb vagy kisebb. Ha a sűrűség ennél nagyobb, az azt jelenti, hogy az anyag túl sűrű, vagy úgy is mondhatjuk, hogy kicsi volt a szétdobásnak a lendülete, ezért a gravitáció fékező hatása leállítja a tágulást, egyszer megáll, összeroppan, összeomlik az univerzum. Tehát még egyszer, a vörös törpék még sokáig elpislákolnak, voltak olyan számolások, hogy 50 milliárd év múlva ez megtörténik, ez az összeroppanás, és ezt megint csak az 1000 milliárd éves vörös törpéért tartva csak egy kis része lenne. Hát most az következik, hogy az ember lerajzolgatja azt a sztorit, hogy mi történik itt a továbbiakban. Kozmológusok kidolgozták ennek a részleteit, hogy ha így összeroppan a világegyetem, akkor mit látunk az égen, hogy változik a hőmérséklet, miféle folyamatok fennek. Én pedig megrajzoltam a megfelelő haddiát, amit látható, hogy a következő haddiám van, és arra le volt rajzolva ez a folyamat. És akkor egyszer csak kaptam egy utasítást, egy cédulát, mint a filmgyárban a producertől, ez a forgatókönyv nem valósul meg, kész, pont. Mr. Nature producer hozta ezt a határozatot. Mert hogy mi történt? A tudományos mérések, hát nem most, hanem 2002 körül jött össze elegendő adat, aminek alapján elég nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy a sűrűség nem nagyobb a kritikus értéknél, tehát nem fog összeroppanni az univerzum, hanem a végtelenségig tágul. Tehát áthúzhatjuk azt, hogy összeomlik, éppen ezért azt a haddiát most nem fogom megmutatni. Ennyit is lehet spórolni. És hát József Attila természetesen ezt a végtelenségig élő világegyetemet is megírta, úgy szállunk a semmiben, nem mint valami, a világ a tágul űrben lengve jövőjének nekivág.
hát akkor vágjunk neki mi is ennek a jövőnek. Tehát azon, egy olyan görbén vagyunk, ami a végtelenségig fog tágulni. Nem vagyunk túlságosan messze attól a kritikus görbét, tehát azért kellett sokáig töprengeni, meg eldöntik, hogy melyik görbén vagyunk. Kicsit fölötte vagyunk, a mérések ott valahol mutatják, hogy hol van a pont ezen az ábrán, itt van a maj, és hát később már a görbék jól elválnak egymástól. Mindesetre, ha az idegen végtelen ideig létezik, akkor élménybe lép a kozmikus Murphy törvény. Murphy azt mondta, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Itt azt mondják, hogy ami megvalósulhat, az meg is valósul. Amit természeti törvények nem tiltanak, azt a Cosmo Murphy első törvénye szerint az meg is valósul. Hát ilyenekről lesz, mert lesz idő mindenre. Még a legkevésbé valószínű, leggyengébb folyamatok is megtörténhetnek, sőt nem csak megtörténhetnek, hanem meg is történnek. Éreket fogunk most a következőkben összeszedni. Tehát lesz idő mindenre. Na, mi történik? Véget ér a csillagkor. Még egyszer, 1000 milliárd év múlva. Mi marad a korábbi világegyetem romjaiból? Hát marad a kihűlt csillagok. Milyenek ezek? Fekete törpék, mint például a napból, ami marad, a fehér törpe szép lassan kihűl, és ezből a fekete törpe, vagy más néven vas csillag, ilyeneket szoktak mondani. Neutron csillagok, amik szintén hidegek kihűlnek. Lesznek fekete lyukok, amik már most is vannak, és akkor még több lesz. Lesznek fagyott bolygók, hát mert nincsenek csillagok, amik melegítsék a bolygókat. Lesz hideg, ritka gáz és por, amiből már nem lesznek csillagok, mert már nem tekinthető üzemanyagnak. És a háttérsugárzás, ami részben az ősrobbanás óta itt levő jelenleg 2,7 kelvines sugárzás, addigra már még sokkal hidegebb lesz, részben pedig a csillagok sugárzása. Ezek fotonból állnak, de másfajta elemi részecskékből is álló ilyen háttérsugárzás tölti be az univerzumot. Tehát lehet foton, neutrino, és persze van a gravitációs hullámok is, az ugye nemrég fedezték fel, arról is voltak itt előadások, gravitációs hullámok is, ezek mind nagyon gyengék, de sok van belőlük, és úgy nagyjából betöltik az univerzumot. Ez maradt tehát a viharos csillagkorszak után. Hát, hogy mint a romok, mint egy buli után reggel, amikor az ember körülnéz és próbál takarítani, de nincs kedve, mert annyira elszomorító ez a kép. Hát körülbelül ilyesmi is ez az egész. Kérdés, hogy mi történik ezekkel a maradványokkal? Történik-e a későbbiekben valami érdekes ezekkel? Hát az az érdekes, hogy megindulnak mindenféle maradványpusztító folyamatok. Az első maradványpusztító folyamat az lesz, hogy megáll az égitestek keringése. Talán többen ismerik azt a sztorit, amikor 1911-ben Rutherford felvetette az atommagnak a létezését, és hogy az atommag körül elektronok keringenek. Minden fizikus felordított, hogy hogy beszélhetsz ekkora marhaságot. Az elektronnak töltése van, és hogyha egy töltött részecske kering, akkor sugárzást bocsát ki, kiadja az energiájának meg a perdületének egy részét, és bele fog spirálozni a magba. Én itt dolgozatként kiszoktam számítatni a srácokkal, hogy mennyi idő alatt spirálozik be, tehát ilyen milliómod másodperc, vagy még annál is kevesebb időig, tehát nem létezhetne. A klasszikus fizika alapján nem létezhetnének a hidrogénatomok, mert bespirálozna. Külön ki kell találni a kvantumelmét, ami megmagyarázza, hogy miért nem történik meg ez. De ugyanez nem csak elektromos esetben játszódhat le, hanem gravitációs esetben is. Ahogy keringenek a bolygók, gravitációs hullámokat bocsátanak ki. Csak hogy a gravitáció sokkal gyengébb, mint az elektromosság, ugye többen tudják, hogy hány nagyságrenddel gyengébb. Tudjátok? 42, hát természetesen. 42 nagyságrenddel gyengébb a gravitáció, mint az elektromosság, és ennek a négyzete számít, tehát 84 nagyságrenddel gyengébb egy gravitációs sugárzás, mint a megfelelő elektromágneses. Tehát, hogyha a Föld körbe megy a nap körül, akkor egy picivel közelebb kerül, de nagyon picivel. És nagyon sokáig kell neki körbe keringeni, hogy végül bespirálozzon a centrumba. De abban maradtunk, hogy végtelen az idő. Minden kis valószínűségi folyamat megtörténhet, tehát ez is egyszer csak megtörténik. És a gravitációs sugárzás, mit mutatom, itt a gravitációs sugárzás, erről külön előadás volt, elvisz szép lassan a bolygóknak az energiáját, meg a perdületét, és azok be fognak spirálozni a centrumba. Hogy mi bespirálozzak? Hát a bolygók nyilván bespirálozzak a csillagjukba. A csillagok addig már rég kialudtak, de ami a csillag helyén maradt valami hideg maradvány, abba fognak bespirálozni. Vannak egymás körül keringő csillagok, azok is egymásba spiráloznak. Na, de az egész galaxisban, hogy a csillagok körbe mennek, annak, amelyek a közepén van egy fekete lyuk, a galaxisok be fognak spirálozni a közepükön levő fekete lyukba. A végeredmény az, hogy egy csomó fekete lyuk jön össze. A bolygó bemegy a csillagjába, de a csillagja bemegy a galaxis közepén levő centrumba. Ennek a folyamatnak a végeredmény az, hogy óriási fekete lyukak vannak a világban, meg hát némi maradt törmelék, sugárzások, meg ilyesmik.
Mivel hogy a gravitációnak és az elektromosságnak aránya az 10-42, akkor ebből ki lehet számítani, hogy mennyi ideig tart egy ilyen folyamat. Úgy szokott mondani, van ennek egy karakterisztikus ideje. Karakterisztikus ideje 10^30 év. Tessék elképzelni, az egyes után 30-0. Hoppá, ez az, amit ugye megegyeztünk az óra elején, hogy kvintillió. Hát én ezért mondtam, hogy kvintillió évekről lesz szó. Tehát körülbelül ennek a folyamatnak a karakterisztikus ideje egy kvintillió év, 10^30. Ezért mondtam, hogy lassan spiráloznak be. Egy-egy ilyen keringésnél nem lehet észrevenni. De végül bemennek ezek a centrumba. De érdekes módon ugyanekkor van egy másik maradványpusztító folyamat, ami ezzel versenyez. Ezek az égi mechanikai katasztrófák. Amikor a 19. században töprengtek a csillagászok, fizikusok azon, hogy is keletkezett a naprendszer, akkor volt a következő elmélet. Itt volt a nap, és a közelében elment egy másik csillag. És annak a gravitációs hatása, hogy a nap anyagának egy részét így kitépte belőle. Tessék, kidudorodik és leszakad. Hát, hogy csillag itt megy, itt leszakadt ez az anyag, és szétesett kisebb darabkákra. És aztán a csillag elment, és azok meg ott maradtak és keringenek a csillag körül. Természetesen ez egy nagyon valószínűtlen esemény. Legnagyobb valószínűség, hogy nem szakad ki semmi. Kicsit dudorodik a nap, aztán ott marad. Vagy ha kiszakadt valami, akkor szétszoródik az űrbe, vagy visszaesik. Marha nagy szerencse kell ahhoz, hogy a kiszakadt darabok összeálljanak bolygókká, nem is egy bolygó, vagy többé, és akkor ott maradjanak, és ott keringenek. Ezért azok a csillagászok, akik ezt kitalálták, azok nagyon szomorúak voltak. Azt mondták, hogy ez annyira ritka véletlen, hogy az egész univerzum már egyszer történt meg. Mi naprendszerünk van, de nem nagyon valószínű, hogy még lenne másik naprendszer, és akkor sose fogunk találkozni kicsi zöld emberekkel, mert sehol máshol nincs naprendszer. Egyedül vagyunk, és ezen aztán szomorkodtak. Na most azóta már eltelt sok év, és a tudomány most már sok mindent tud. Egy. Tudjuk, hogy az az anyag, amiből a bolygók vannak, az sose járt a napban. Izotóp összetétel alapján lehet ezt megállapítani. Itt is szoktak méréseket végezni a különböző égi, meg földi, mert a meteor minták összehasonlítása a földi mintákkal, meg a nap spektrumával. A napban, hogyha ez az anyag benne lett volna a napban, akkor más lenne az izotóp összetétel. Tehát biztosan a bolygók anyaga nem a napból szakadt ki. Erről is volt már előadás, és ezt részletesen megbeszéltük. Kettő. Tudjuk, hogy nem ritka a bolygórendszer, hanem nagyon sok. Éppen ebben az évben ott volt az elején a program, és itt ki van akasztva az ajtóra, lesz egy olyan előadás, Bakos Gáspár csillagász, aki önmaga felfedezett 30-valahány bolygót, exobolygót, tehát távoli naprendszerek bolygóját, a saját készítési távcsórendszerével. Arról beszél, hogy a teljes rendszerben 400 milliárd naprendszernek a bolygóját satszoljuk, hogy körülbelül ennyi van. Erről lesz, majd tessék meghallgatni majd decemberben ezt az előadást. Másrészt tudjuk, hogy a világegyetem végtelen ideig tágul, és ebből a következőkre lehet következtetni. Jó, hát ilyen kis valószínűségi folyamatok korábban nem játszódtak le, de majd fognak, hiszen lesz rá elég idő. Tehát ezek a katasztrófák, ezek nem most vannak, hanem majd a jövőben, amikor a csillagok kialvása után, majd lesznek ilyen égi mechanikai ütközések. Milyenek? Hát bolygórendszerek összeütköznek és összekeverednek, csillagbiliárdok, a csillag visszapattan a másikról. Meg ilyen romantikus dolgok, hogy bolygószöktetés. Megpróbáltam lerajzolni egy bolygószöktetést, egyszerűség kedvéért csak egy bolygó van. Tessék elképzelni, itt a csillag kering körülötte a bolygó. Elmegy viszonylag közel hozzá egy másik csillag. Hát ez ritkán szokott előfordulni viszonylag közel, de hát ha sokáig várunk, akkor megtörténik. Ennek a másik csillagnak a gravitációs hatása elkezdi húzni a bolygót. És a bolygó leszakad a csillag körüli pályára, és megy a másik csillag felé, mennek ott szépen együtt, és ha szerencsé van, akkor pályára áll a másik csillag körül. Nem ilyen egyszerű a dolog, ez az kell, hogy annak a csillagnak már legyen egy másik bolygója, és kicsit elosztatnak az impulzus, mert mindegy, a részletek bonyolultak, de megtörténhet, hát ez egy lágyszöktetés, vagy mi a csoda, sikeresen elrabolta, kialakult egy új naprendszer, elvitte a bolygót. Egészet így egy ábrára lerajzolom, akkor talán látszik, hogy hogy történt. Most próbálkozunk egy másik hasonló folyamattal. Ott a csillag körül a bolygó, jön a másik csillag, a bolygó elindul arra, és hát éppen nem úgy jöttek össze a viszonyok, nem jött össze az új házasság, külön megy tovább az a csillag, ott marad facéran az is, amelyiknek bolygója volt, a bolygó pedig kilöködik a csillagközi térben, és ott egyedül sodródik.
Talán el lehet képzelni, hogy ez az utóbbi folyamat ez sokkal nagyobb valószínűséggel történik meg. Ritkán jön össze az, hogy akit megszöktetünk, az ott is marad velünk. Ezt ki lehet lőni a saját naprendszeréből. Mostanában gyakran lehet ilyeneket hallani, hogy találtak a csillagászok a naprendszerek között sodródó bolygókat. Azok valószínűleg ilyen folyamattal, de lehet, hogy másfajta keletkeztek, de majd később lesz sok-sok ilyen folyamat. Itt egybe le van rajzolva ez az egész, és kettőt összehasonlítva. Vannak sikeres bolygórablások, meg sikertelenek, de a sikertelenek sokkal gyakoribbak. Ennek a folyamatnak is ki lehet számítani a karakterisztikus idejét. Az is 10 a 30. év, tehát egy kvintillió év. De mivel mindenre lesz elég idő, hát ez is megtörténik. És akkor nézzük meg a bolygórendszereknek mi a sorsát. Hát két versengő folyamat van. Mind a kettőnek nagyjából ugyanannyi a karakterisztikus ideje, 10-30. év. Az egyik ez a sikertelen bolygószöktetés. Ha a bolygót nem szöktette meg senki, akkor ott marad a csillagánál, és bele fog spirálozni a csillagába. Azzal együtt pedig a központi fekete lyukba. Egyiknek az eredménye, hogy az űrben magányos bolygók kúszálnak. Másikból pedig az lesz, hogy a fekete lyukakba esnek bele. Számítások szerint körülbelül 50-50 az esély, tehát egy bolygónak a 50% esélye van, hogy kilőjék a naprendszeréből, és 50%, hogy aztán bespirálozzon központra. És akkor megkérdezhetjük, hogy mi lesz később a magányos bolygóknak a sorsa, vagy mi lesz a fekete lyukaknak a sorsa, ezt külön meg kell vizsgálni. Döbbenetes módon bekapcsol egy harmadik maradványpusztító folyamat. Ez a magányos bolygókra leselkedik. Gondoljuk végig, mi az a bolygó. Hát a bolygó atomokból áll. Az atomok azok elektronokból, meg atommagokból állnak, az atommagok azok protonokból, meg neutronokból állnak, és vannak olyan folyamatok, Kacsándor, aki itt az előbb beszélt, ennek az egyik nagy szakértője, azok a bizonyos nagy egyesített elméletek, amik a részecske fizikai mai elméleteinek a továbbfejlesztésén és összeegyeztetésén dolgoznak, azok egyöntetően azt mondják, hogy a proton az nem teljesen stabil objektum, hát külön meg kéne gondolni, hogy sok-sok elemi részecske közül miért pont az elektron meg a proton az, ami tartósan megmarad, míg az összes többi elbomlik. Ezzel Wigner Jenő foglalkozott először 1948-ban, aztán utána Marx Györgynek is voltak ilyen eredménye az 50-es években. Ennek alapján magyarázzuk meg azt, hogy melyik elemi részecskék stabilak, melyik nem. Hát most azt mondjuk, hogy a proton nem teljesen stabil, sokáig megmarad, de egy idő után aztán elbomlik. Ezek az egyesített elméletek fogják leírni. Sokáig ez megint csak ilyen 10-30-valahányadikon év nagyságrendű dolog. Kacsándor beszélt erről egy ilyen előadásban, az elmérészek fizika is, ez a nagy egyesített elméletek. És most megint, ugye ez a más színű tábla azt jelenti, hogy ebben az évben, ebben évadban lesz egy ilyen előadás, hogy a részecskefizika standard modellén túl mi van. Hát ezek az egyesített elméletek és másfajta egzotikus elképzelések, erről fog Nógrádi Dániel beszélni márciusban. Na most ennek a folyamatnak a karakterisztikus idője, és ilyen 10-30-valahányadika, most azt mondják, hogy kb. 10-35. év. Tehát ennyi idő alatt elbomlik a proton. Persze, hogyha egy atommagból elbomlik a proton, akkor ott marad a neutron. De a neutronok viszont, ha szabadon vannak, akkor azok elbomlanak protonnál, és a proton meg megint elbomlik. Tehát ha várunk egy kicsit, akkor az egész atommag elbomlik. És akkor az atom nem marad, hogyha nincs atommag, akkor mi tartsa az elektronokat? És ezek az atomos anyag az, hogy szép lassan elolvad. 30-as években voltak olyan késedek, hogy a repülőgéppel kivittek a sarkvidékre eszperészőket, lerakták a jégtáblára sátrakat, és ott méricskéltek, miközben a jég vitte őket délre. Aztán, hogy szépen szétszakadott a jég, végül ott ültek egy jégtáblán, az egyre melegebb tenger felé sodródva. A szerencséjük volt, jött a hajó és felvette őket, a pech, akkor elolvadtuk a jégtábla. De a bolygók, amik kiszóródtak a naprendszerükből, ezekkel ez történik. Az atomjaik szép lassan el fognak olvadni, párologni, és az egészben nem marad más, mint egy magányos részecske felhő, tehát nem marad bolygó. Aki beesett a fekete lyukba, hát annak annyi, de aki magányosan megszökött, az is szépen el fog párologni. Egyre szomorúbb dolgok lesznek itt. Na mi marad a világegyetemből? Hát van sok fekete lyuk, azt az előbb már láttuk. Vannak elektronok, pozitronok, neutrinók, azok könnyű elemi részecskék, a háttérsugárzás, fotonok, meg vannak gravitációs hullámok, ez maradt a roncsok közül. Hol tartunk most? 10-35. évnél. Ez 100 000 kvintillió év. Hát eddig mi volt? Körülbelül 1 kvintillió évnél estek be a csillagok a fekete lyukakba.
valahol 137 kvintillió év körül az atomok elkezdtek elolvadni, és akkor ennek a néhányszorosan után szép lassan elolvadtak. Hogyha akkor akarna valaki atomoktól a csillagokig sorozatot tartani, akkor mindenki csodálkozik. Nincsenek atomok, nincsenek csillagok, mi a feléről beszélünk. Emlékeztessük, hogy ugye arról volt szó, hogy az univerzum történet az a struktúrák kialakulásának és fejlődésének a története. És akkor szomorúan láthatjuk, hogy az univerzum jövője, az pedig a struktúrák lebomlásának és eltűnésének a története. De persze még nincs vége a sztorinak. Itt vannak, hogy mik maradtak, és vegyék észre, hogy ezek közül csak a fekete lyukak a makroszkopikus objektumok. A többi elemi részecske, meg ilyen szétszórt objektum, ami szanaszét van a világban, ami nagy, az a fekete lyuk. Mi történik a fekete lyukakkal? Megindul a negyedik maradványpusztító folyamat, lassan, de biztosan elpárolognak a fekete lyukak. És akkor Moriczka, aki szereti az ismeretteljes irodalmat, fölkiált, hogy nehogy már, a fekete lyukból nem tud megszökni semmi. A fekete lyuknak az a definíció, hogy nem jön ki belőle még a fény se. Mi az, hogy a fekete lyuk elpárolog? Micsoda hülyeség, ez mondta Moriczka. Először 75-ben, 76-ban, tegnap is mondta valaki. No szóval, ennek is van egy mechanizmusa, ez pedig az olyan Hawking-sugárzás, ez itt Hawking fiatal korában, amikor kitalálta a Hawking-sugárzást. Azt szokták mondani, hogy az ő 75-ben megjelent cikke, amiben a Hawking-sugárzásról van szó, az a 2050-ben kiadandó kvantumgravitáció című tankönyvnek a tévedésből 75 évvel korábban publikált fejezete. Tehát ez egy kvantumgravitációs folyamat, ami nagy valószínűséggel létezik, de az igazi elmélete az majd csak úgy 30-40 év múlva lesz meg, vagy a szerencsénk van akkor kicsit korábban. Nagyon valószínűek vagyunk, nagyon valószínűleg tartjuk, hogy ez igaz, de nem biztos, mert még nincs meg az exakt elmélet. Erről is volt előadás, Kocsis Bence beszélt a fekete lyukak asztrofizikai szerepéről, és Kis Tóth Ági itt van, majd mindjárt jön kísérletet csinálni, ő fog ebben az évadban beszélni, hogy azzal a címmel, hogy mindaz, amit tudni szeretnél a fekete lyukakról, de eddig nem merted megkérdezni. Tehát ő ezt majd el fogja mesélni részletesen. Most csak néhány dolgot említünk, tehát a Hawking-sugárzás egy bonyolult kvantumgravitációs folyamat, ezért nem vagyunk benne biztosak, hogy létezik. Ismeretteljes irodalomban el szokták mondani azt, hogy hogy jöhet ki energia a fekete lyukból. De figyelem, az, amit ott leírnak, és amit én most megmutatok, az nem a Hawking-sugárzás, hanem egy rokon folyamat, amit Penrose talál ki, Hawking meg Penrose együtt dolgoztak sokat, úgynevezett Penrose folyamat, de ezt azért könnyen el lehet mondani. Így is elég misztikusnak tűnik. A vákum fluktuáció azt jelenti, hogy a vákumban keletkeznek spontán részecske, antirészecske párok, mondjuk elektron-pozitron pár, egy ideig vannak, aztán utána megsemmisülnek, úgy szokták mondani, hogy kölcsönt vesznek fel, a energia kölcsönt vesznek fel a vákumbankból, aztán hamarosan visszafizetik, minél többet az annál hamarabb. Ez ellentétben van az emberi tulajdonságokkal, mert az emberek, ha sok pénzt vesznek fel, az később adják vissza, a részecskék azok rendesen fordított arányban. Ezt lehet befolyásolni úgy, hogy külső elektromos teret kapcsolunk rá. Vegyünk egy nagy kondenzátort, amire ráteszünk jó nagy pozitív-negatív töltéseket, ott is a vákuumban keletkeznek köztük itt részecske-antirészecske párok, de előfordulhat az, hogy az egyik részecske, mondjuk a pozitív töltés elmegy a negatív pólus felé, a másik meg elmegy a pozitív pólus felé. Akárhogy nézzük, ezt úgy lehet fordítani, hogy áram folyt a vákuumon keresztül. Ez ismert folyamat, megmérték, tudjuk a fizikáját, tehát ez nem blabla, ilyesmi van. Ezt az 50-es évek óta ismerjük. Ami viszont hipotézis, hogy ilyet nem csak erős elektromos tér hozhat létre, hanem erős gravitációs tér is. Ezt hívják gravitációs vákumpolarizációnak. Vegyünk egy marha nagy tömeget, és annak a környékén is létrejöhetnek ilyen részecske-antirészecske párok ennek a erős gravitációs hatására. Ez ami hipotétikus, mert ehhez kell majd a kvantumgravitáció elmélet. Most képzeljünk el, Penrose folyamat azt mondja, hogy egy forgó fekete lyuk közelében történik ilyesmi. Itt egy fekete lyuk, ha forog, akkor körülötte kialakul egy olyan zóna, aminek ilyen elegáns neve, vagy ergoszféra, abból még meg lehet szökni. A vastag fekete vonalon belülről már nem lehet megszokni az a fekete lyuk, de az ergoszférában furcsa viszonyok vannak, de onnan még ki lehet jönni. És képzeljék, hogy ott keletkezik egy ilyen részecske-antirészecske pár. A számítások azt mutatják, hogy az egyik részecske az lehet negatív energiájuk. Ennek nincs köze ahhoz, hogy melyik az antirészecske, a részecske, antirészecske teljesen egyforma szerepet játszik, de a kettőből valamelyiknek lehet negatív energiája az ergoszférában, de azon kívül nem. Tehát aki ott keletkezett az ergoszférában és negatív energiával, azonnal nem tud kimenni, ott mint a börtönbe. És előbb-utóbb be fog tévedni és bepottyan a fekete lyukban, aztán meg már nem szabadulhat. A másik viszont, akinek pozitív energiája van, az elmehet a végtelenbe. És akkor mi ennek az eredménye? És ha valaki ezt messziről nézi ezt a folyamatot, hogy egy bruttó mérleget csinál róla, akkor a
azt látja, hogy a feketejük környezetéből kiment messze a végtelenbe egy pozitív energia részecske. Ez azt jelenti, hogy a feketejük energiát veszített. Na hát a Hawking sugárzás az nem ez, de egy hasonló, csak bonyolultabb jelenség. Ott nem elektronok, pozitronok mennek, hanem elektromágneses sugárzás, tehát fotonok hagyják el a fekete lyukat. De a netto, vagy bruttó eredmény itt is az, hogy sugárzás megy ki a lyuk környezetéből. Nem a lyuk belsejéből jön ki, hanem a környezetéből, az ottani deformált téridőből távozik. És a lyuknak az energiája csökken. Ami nagyon megdöbbentő, és amire a Hawking meg a munkatársa 75-ben rájöttek, hogy ez a sugárzás, ez termikus. Tehát az eloszlás, a frekvencia szerinti eloszlás, az a Planck görbét követi. Természetesen erről is volt egy előadás, a fekete fény címmel, azt is én tartottam. A termikus sugárzásnak az érdekességeiről, a felfedezéséről, meg a fizikai tulajdonságairól. Persze az ember mondhatja, hogy persze, hogy a fekete lyuk fekete sugárzás bocsát ki, de ez egy véletlen, tehát ez a fekete nem ugyanaz a fekete. De nagyon nagy meglepetést jelentett, amikor Hawking kiderítették, hogy a fekete lyuk Planck sugárzás, tehát termikus sugárzás bocsát ki. Ennek a sugárzásnak a jellemzője a hőmérséklete. És kiderült, a fekete lyuk hőmérséklete, az fordítva arányos a tömegével, ez a legfontosabb alap. Persze vannak oda együtthatók, azok a természeti államokban, fénysebességben, gravitációs államokban, meg pi-ből kiszámíthatók. Ha együtthatókat behelyettesítjük, és veszünk egy csillagból létrejött fekete lyukat, ami nagyjából a nap tömegével, tehát 10^30 kg-mal egyezik meg, akkor az a hőmérséklet 10^-7 Kelvinnek felel meg. Ahhoz képest az univerzumot betöltő háttérsugárzás az 2,7 Kelvin, tehát ez 7 nagyságrenddel hidegebb a fekete lyuk, mint a környezete. Ez azt jelenti, hogy ő nyeri a környezetből az energiát, mint kacsa a nokedlét, de előbb-utóbb az univerzum tágulása során a környezetnek a hőmérséklete lecsökken, a fekete lyuk, ami maradt 10^-7, az melegebb lesz, és onnantól kezdve ő kezdi ontani a még sokkal hidegebb környezetbe a sugárzást. Na most gondoljuk végig, hogy a sugárzás energiát viszel, akkor csökken a lyuknak az energiája, tehát csökken a lyuknak a tömege. A tömeg reciproka a hőmérséklet, akkor nő a hőmérséklete. Ez egy olyan objektum, ami a sugárzás kiadásának a hatására melegebb lesz. Az ember ahhoz szokott hozzá, hogy egy meleg test kibocsátja a sugárzást, akkor hidegebb lesz. Fajhővel meg ilyesmire szoktuk mondani, kiadott magából valami hőt, és hidegebb lett. Ennek negatív a fajhője. Ha melegebb lesz, akkor erősödik a sugárzása. Arra is van fizikai törvény, hogy a hőmérséklet negyedik hatványával arányos a sugárzást, tehát ha kibocsátott sugárzást, könnyebb lesz, melegebb lesz, és még gyorsabban fog sugározni. Ilyen öngerjesztő folyamat indul be. Volt már hasonló jelenség, nem olyan újdonság. A csillagok keletkezésénél, erről is volt előadás, azt csak nem írtam ide, hogy jöttek létre egy ilyen öngerjesztő folyamattal a csillagok. Van egy gázfelhő, elkezd összehúzódni, kisugároz energiát, még jobban összehúzódik, melegebb lesz. Ott is kimegy az energia, és az objektum melegebb lesz. Ott is negatív a fajhő. Mindenhol, ahol a termodinamika és a gravitáció találkozik, ott ilyesmi történik. Tehát itt ez, mivel hogy egyre melegebb lesz, ezért egy önerősítő, pozitív visszacsatolású folyamatról van szó, és ezért a fekete lyuk energiája, tehát tömege véges idő alatt elfogy. Ha két test különböző hőmérsékletű, és akkor energiát cserélnek, akkor az úgy képzeljük, hogy így szépen lassan, exponenciálisan közelednek a hőmérsékletek egymáshoz. Itt nem az történik, egyre gyorsabb folyamat lesz, más jellegű a görbe, mindjárt mutatom a görbét, és véges idő alatt el fog fogyni. Ez az idő nagy, de véges. Hát kiderül, hogy a fekete lyuk elfogyásának a ideje az a kezdő tömegnek a köbével arányos. Ott is vannak olyan együtthatók, amik a elemi fizikából kiszámolhatók, benne vannak a függvénytáblázatban az együtthatók. Rajzoljuk le az idő függvényében egy ilyen fekete lyuknak a tömegét és a hőmérsékletét, ugye ezek egymásnak a reciprokai. Itt van ez a bizonyos idő, amit a kezdőtömegből lehet kiszámítani. Volt egy kezdőtömeg, és egyre gyorsulva fogy, és egy pillanatban eléri a nullát. Hopsz, elfogyott. Elpárolgott a teljes fekete lyuk. Ugyanakkor a hőmérséklete nő, és abban a pillanatban formálisan eléri a végtelent, mert a nullának a reciproka végtelen. Természetesen az utolsó pillanatokban nem alkalmazható ez a fizika, hiszen amikor már egy kibocsátott fotonnak a energiája nagyobb, mint a maradék fekete lyuknak a tömeg, akkor már nem lehet statisztikus fizikát alkalmazni, átlagos fotonenergiát számolni. Hát azt majd a kvantum gravitáció alapján kiszámítják, hogy mi lesz az utolsó. Hawking sokat vitatkozott azon, hogy amikor így elpárolgott a fekete lyuk, akkor marad-e utána valami, egy kis cédula az univerzumban, itt voltam fekete lyuk, vagy valami eső, tehát valami információ marad-e, vagy ez eltűnt és kész.
Hát ezt meg ki kell deríteni a jövő tudósainak. Mindenesetre ez a karakterisztikus idő, hogyha egy ilyen csillagtömegű, tehát kb. 10-30-on kilós fekete lyukat nézünk, akkor kb. 10-100-on év, hoppá, megérkeztünk a még nagyobb számoknak a birodalmába. A fekete lyukak valahol 10-30-on év körül jöttek. Ugye sokkal-sokkal nagyobb, tessék elkezdeni, még 70 nullát odaírunk, hát mennyivel hosszabb élettartamról van az időtartamokról. Mindenesetre 10-100-on év alatt elpárolog egy ilyen naptömegnyi fekete lyuk. Azok meg, amik a galaxisok közepében vannak, azok néhány millió vagy néhány milliárd naptömegnyiek, azok pedig 10-150 év alatt párolognak el nagyságérnek. Most 10-180-on vagy 148-on vagy 152-en, ezen már nem veszünk össze, ott már egy-két nagyságrend nem számít. Tehát ilyen óriási idők alatt elpárolognak a fekete lyukak. Hol tartunk? 10-150 év, és elpárologott minden. Ezek voltak az utolsó makroszkopikus struktúrák, a fekete lyukak. És most már semmi sincs. Tehát a végtelenségig táguló világban ez a 10-150 év, ez bakfégy, hát ez is megtörténhet, és még mindig nincs vége a világnak. Mi maradt? Hát ilyen kószaelemi részecskék. Szanaszint vannak elektronokból, pozitronokból, ha találkoznak, akkor lenne foton, tehát meg tudnak egymást semmisíteni. Na de hát nem találkoznak, marha ritkán vannak, már óriásra kitágult a világegyetem, nagyon kicsi a valószínűség, hogy egy két elemi részecske egyáltalán találkozzon. Tehát ritka a maradék elemi részecskék vannak, neutrinók és foton háttérsugárzás, hát meg gravitációs hullámok. Makroobjektumok már nincsenek. Na most, volt egy nevezetes könyv, 30-as években számos tudós írt ismerette ezt a könyveket, akkor ugye a kvantumelmélet meg a relativitás elmélet forradalom után mindenki elhelyezte a dolgokat. Arthur Eddington talán hallottak már róla, neves csillagász volt, ő volt az, aki a nap melletti elkanyarodó fénnyel kimutatta az általános relativitás elméletnek az igazságát 1919-ben. Ő amúgy királyi csillagász meg egyéb is volt. Őról szokták azt mondani, amikor valaki megdicsérte, hogy professzor, a világon ketten értik a relativitást, mert azból visszakérdezett, hogy ki a másik, mert úgy gondolta, hogy Einstein nem érti. Na mindesetre Eddington az nagyon nagy ember volt, és ő írt ismerette ezt a könyveket, és azokat azonnal lefordították magyarra. Hát magyarul is megjelent ez a Természettudomány új útjai című könyve, és abban szerepel ez a szöveg, hogy a világ vége úgy képzelhető el, mint egy hosszú, unalmas rádióközvetítés. Tehát fotonsugárzás, ami tágul és hűl. Figyelem, ezt 30 évvel a háttérsugárzás felfedezése előtt írta le. Neki volt egy modellje, ami utólag kiderült, hogy hibás. Ő úgy gondolta, hogy az elektron, itt van Eddington, hogy az elektron meg a proton, azok ugye tudták, hogy vannak, hogy azok találkoznak, és azokból töltésük kiegyenlíti egymást, és sugárzás lesz. Ma már tudjuk, hogy a protonnak barion töltése van, és azért nem tud az elektronnal egyesülni, stb. Azóta tudjuk, hogy a barion töltés nem marad meg, és a proton majd 10-35 év alatt elbomlik pozitronnal, és az a pozitron az már stb. Szóval bonyolultabb a fizika, mint Eddington gondolta. A végeredményem az, hogy a világegyetemből, ha elég sokáig várunk, nem marad más, mint egy unalmas rádióközvetítés. Egyre táguló, egyre hűlő fotongáz, meg hát másfajta elemi részecskék, de lényegében ugyanaz, amit ő mondott. Hát, aki zseni, annak igaza van akkor is, hogyha másképp megy a melatonin. Ez a táguló fotongáz is termikus elosztású, csak a hőmérséklete egyre csökken. Termikus elosztás, ha végig gondoljuk, és volt erről is az előadás, az azt jelenti, hogy termikus egyensúlyban levő rendszerekről van szó, és ezt hívják hőhalálnak. Hogyha minden objektum egyforma hőmérsékletű, akkor nincsenek olyan folyamatok, hogy a meleg testről átmegy a hidegebbre. Ettől féltek a 19. század második felében az emberek, amikor a termodinamika törvényei kialakultak, hogy a forró testekből meg a hidegekből végül minden unalmas és langyos lesz. Volt forró bifsztek meg hideg sör, aztán minden majd valami unalmas, langyos ízé lesz. Bertrand Russell azt mondta annak idején, hogy minek élni, minek szeretni, hogyha úgyis jön a hőhalál. Azóta mi tudjuk, hogy a hőhalál az volt. Ugye az univerzum kezdeti korszakaiban, akkor termikus egyensúly volt abban az ősi tűzgömbben, erről is voltak előadások. De itt majd valamikor jön ez a, hát ennek nagyon érdekes tulajdonképpen, ez a hideg hőhalál. Rettentően hideg, 10-sokadikon Kelvin hőmérsékletű fotongáz, ez a hideg hőhalál. Vagy angolul big chill. Magyarul nagy brnek szokták fordítani. Ugye volt a nagy boom, hogyha összeroppan az univerzum, az lenne a nagy recs, big crunch, és ez meg a big chill, ez a nagy hideg jövő, amikor a hőhalálba érünk. Hát ez elég szomorú jövő.
Na, nem is akar tovább menni megint csak, de hol tartunk? 10-150. év után itt a hideg hőhalál. Mi ez? Unalmas, struktúrálatlan, nincsenek más struktúrák, termikus egyensúly van, és hideg, és tágul. És az örökké valóságig csinálja. Hát ez rettentően unalmas, hogy lehet erről tovább beszélni. Hát azért mégiscsak próbálok, ez már, na. József Attila természetesen ezt is megírta. Úgy szállong a semmi benne, mintha valaminek lenne a pora. Tehát ez a hideg, és azt is megírta, hogy összekoccannak a molekulák, de hát addigra már molekulák sincsenek. Most vegyük figyelembe tényleg azt, hogy az univerzumban valamikor régen volt pár termikus egyensúly. Ott az első percek után, ott a 3 perc környékén ott már termikus egyensúly volt, és ez fennállt egészen addig, amíg az atomkorszaknál az atomok elkezdtek összesűrűsödni, és meleg csillagokat, meg hideg felhőket hoztak létre. Az univerzum feltámadta a hőhalálból. A hőhalál nem lesz, hanem volt. És a tágulás következtében olyan nem egyensúlyi folyamatok mentek végbe, hogy fel tudtunk támadni. Erről külön előadásokat szoktam tartani, hogy hogy lehet föltámadni a hőhalálból. Na most valamikor itt a jövőben majd lesz. Tehát azzal, hogy az univerzumos struktúrák jöttek létre, entrópia változások jöttek, létrejöttek ilyen ideiglenes dolgok, mint csillagok, meg fizikusok, teremtés koronája, és így tovább. Na most de elég hosszú ideig várunk, akkor ezek a struktúrák felbomlanak, és a legvégén megint győz a hideg hőhalál. Mert ez nem olyan szomorú dolog. Hát inkább mondjunk valami biztató. Tehát ahogy tudjuk, dr. Bulbopotorenko azt szokták mondani, hogy hajrá Kovács néni, de hadd mondjak valami más biztatót. Egy tanmesét a távolébővel vetett bizalomról. Hajdanában, még az ősi forró plazmában, tegyük fel, hogy intelligens elemi részecskék éldegéltek. 10-30. másodperccel a nagy bum után. Akkor még nem találták fel a tévét, meg a politikát, meg a szexet, tehát akkor miről beszélgessenek? Nyilván fizikáról, meg matematikáról beszélgettek egymással. És az egyik azt mondja, na, hogy képzeld el, kiszámoltam, hogy a legkönnyebb rokonaink a proton meg az elektron kötött állapotot alkothatnak. Elneveztem hidrogénatomnak. Egyik kering a másik körül. Azt mondja, a másik, igen, mondd meg az adatait ennek. Azt mondja, a 10-10 méter. Nyilván nem méterben számol, de én átszámoltam méterre az ő adatait. A 10-10 méter átmérője, keringés idő 10-16 másodperc, kötési energiája 10-18 zsúl, attól zsúl. Azt mondja, a másik, hát te hülye vagy. Ez az objektum, ez nagyobb, mint a világegyetem. Hát ez nem férne el a világegyetembe. Hát a 10-10 méter az sokkal nagyobb, mint az egész világegyetem. A keringési ideje meghaladja a világegyetem eddig életkorát. Hát a világegyetem 10-30 másodpercét tart, ez meg 10 nagyságrendel tovább tartana, míg az elektron körben megy a proton körül. És a legkisebb fotonnak is sokkal nagyobb energiája van, mint ennek úgy szétverni, mint a vonatrázkodás a kártyavárat. Nem tudom, hogy tudtak-e kártyaváról. Hát ilyen óriási, lassú, ritka, energiaszegény, hideg objektum egyszer nem létezhet. Azt mondja, a másik, nem baj. Tudom, hogy a világegyetem tágul és hűl, és egyszer majd mindenre lesz idő. Képzeld el, hogyha a világegyetem egyszer olyan nagy lesz, és eléggé öreg lesz hozzá, hogy elfér benne egy hidrogénatom. És lesz elég idő ahhoz, hogy megkerülj egyszer, esetleg kétszer megkerülj az elektron a protont. És már elég hideg lesz ahhoz, hogy a hősugárzás nem veri szét a hidrogénatomot. És a nehéz elemi részecskék azok már rég elbomlanak. És akkor ez az objektum lesz a domináns. Akkor a világegyetem hidrogénnel lesz tele. Mondja ez a optimista elemi részecske. És hát már csak a jelenlegi életkornak a 10-42. szeresét kívánunk, hogy ez megtörténjen, és akkor hidrogénnel lesz teli az univerzum, mondja ő. Egyébként közben azt is kiszámoltam, hogy két ilyen hidrogénatom egy újabb, még lazábban kötött objektumot nevezzük hidrogénmolekulának alkothat. Azt alkothatja. Hogyha elég ideje lett volna, akkor talán még a DNS-re is rájön, de sajnos óvatlanul elbomlott, és ezért nem jutott én nagy felfedezésre. Na most képzeljük el ennek az analógiáját. Most látjuk ezeket a hatalmas nagy távolságot időben, amik ugyanolyan messze vannak, mint mi ezektől az elemi részecskéktől, mint látjuk a 10-100. Éves jövőket. Képzeljük, hogy már minden elbomlott. Mi van ott a világegyetemben? Hát neutrinók még vannak. Minden objektumra érvényes a gravitáció. Tehát két neutrinó nagyon pici erővel, de hozzá egymást gravitációsan. Persze minden más arra jár és zavarja őket. A világegyetem elég nagy lesz és elég ritka, akkor nincs köztük más. És hát tudjuk, hogy a neutrinók van tömege, 2015-ben azért adták ki a Nobel-díjat.
Azt is tudjuk, hogy a gravitáció minden objektumra hat, és tudjuk, hogy a kvantumelmélet univerzálisan érvényes. Hát akkor vegyük annak a legegyszerűbb verzióját, a Bohr kvantálást. Kiszámítottam, hogy a gravitáció összeköt két neutrinót, kiszámítottam, hogy mekkora lesz ennek az objektumnak, mekkora lesz, milyen adatai vannak. Az átmérője 10^54 méter. Ehhez képest az univerzum jelenlegében látott átmérője 10^26 méter, hát sokkal kisebb. A keringési idő 10^106 szekundum. Az univerzum jelenleg 10^18 szekundumos. A kötési energiát átszámítjuk hőmérsékletre, tehát mekkora hőmérséklet kell ahhoz, hogy már ne verjék szét a fotonok ezt az objektumot, 10^115 Kelvin. Jelenleg 2,7 Kelvines a világegyetem. Ilyen óriási, lassú, ritka, energiaszegény hideg objektum ma egyszerűen nem létezhet. De nyugi, a világegyetem tágul és hűl. Egyszer majd olyan nagy lesz, olyan lassú, olyan unalmas, hogy még akár egy ilyen kötött objektum is létrejöhet. És ha én el nem bomolnék, akkor én is ki tudnám számítani, hogy két ilyen objektumból újabb, még kötöttebb, és talán még a neutrinóból létrejövő DNS-t is ki tudnám számolni. Lehetséges, hogy majd valamikor, akár ezekből nyilván valami sokkal cifrábbat fognak kitalálni utódaink, ezekből a jelenlegi fizika alapján is tudunk arra következtetni, hogy ilyen hideg, ritka anyagban is létrejöhetnek újabb struktúrák. Nem azok a gyors és izgalmas struktúrák, amiket mi látunk, ahhoz képest kis energiájúak, lassúak, óriásiak, de hát mi is lassúak és óriásiak vagyunk ezekhez a 10^30 másodpercig élő régi elemi részecskékhez képest. Az idő az nagyságrendekben változhat. A univerzum tágulása egyszer már kibablált a hőhalállal, hát talán még ezzel a majdani hideg hőhalállal is kibablálhat. Feynman mondta azt, hogy éppen elég hely van odalent. Az odalenten azt értette, hogy lent az atomok világában is ott lehet struktúrákat építeni, de ugyanakkor azt is mondta, hogy ezt úgy is lehet érteni, az energiaskálának az alacsony végénél, ahol hideg van, picik az energiák általunk most mozgósítóhoz képest, ha az univerzum annyira lehűl, akkor ott is lehet építkezni valahol a nulla környékén. Azt gondolná az ember, hogy itt vége van a dolognak, de elnézést, még néhány percet még beszélek. Vajon csak ez a két forgatókönyv képzelhető el? Mi volt a két forgatókönyv, amit Friedman annak idején kitalált? Az egyik az, hogy a végtelenségig tágul a világ, a másik az, hogy nagy recsés összeroppan. Ő annak idején megoldotta Einsteinnek az egyenleteit, az eredeti egyenleteket, és ez jött ki neki. Erről a részletekről volt külön előadás. Tessék észrevenni, hogy az összes görbe az olyan, hogy az idő alattával lassul a tágulás. A görbe meredeksége egyre laposabb lesz. Vajon miért van ez? Így néz ki mindegyik görbe. Hát mert a sebesség csökken. Miért csökken? Vajon mi fékezi a tágulást? De ugyanakkor biztos olvasták, vagy hallották, hogy az ezredforduló környékén végzett mérésekből arra következtetünk, hogy az univerzum tágulása most gyorsulóban van. Tehát, hogyha lerajzoljuk, akkor valami olyan görbét kapunk, hogy egyre nagyobb sebességgel távolodnak egymástól a galaxisok. Mi fékezi, mi lassítja a tágulást? Tehát nyilván a gravitáció. Galaxisok kölcsönösen vonzák egymást, és ezért egyre lassabban távolodnak, hogyha túl lassúak voltak, akkor annyira lelassulnak, hogy vissza is esnek, ha nem, akkor is lassulnak. Hát a gravitáció fékezi. Akkor mi gyorsíthatja a tágulást? Hát nyilván az antigravitáció. Hát persze megkérdezi az ember, Marty McFly-t vártuk, aztán sajnos nem tudtunk adni neki antigravitációs deszkát, 2015-ben, amikor megérkezett. Hát van a fizikában antigravitáció? Van, csak sajnos nem lehet deszkára kenni. Mi okozhat antigravitációt a fizikában? Két lehetséges elmélet van. Az egyik az, hogy a világban be van építve valahogy a fizikai alaptörvényekbe valami antigravitációs hatás. Minden taszítja valahogy egymást. Ennek a konkrét megnyilvánulása az, hogy Einstein beírta az elméletébe az úgynevezett kozmológiai állandót, ami akárhogy nézünk, az annyit jelent, hogy ha nincs ott anyag, akkor is a tér tágulni akar. Tehát minden taszít mindent. Nyilván ez elegánsabban és bonyolult matekkal van leírva, de durván szóval ezt jelenti. Erről nem tudjuk, hogy létezik-e így, tehát ez a kozmológiai állandó így, ahogy ő írta, van-e vagy nincs, de volt róla ennek a történetéről az egyik előadásban részletesen beszéltem. A másik megoldás az, hogy van egy speciális anyagfajta, ami kicsit kavarja és kicsit másképp gravitál, mint a többiek. Ugye a gravitáció univerzális, minden test egyformán esik. De az általános relativitás elmélet szerint nem egyformán keltik a gravitációt. Egyformán szenvedik el, de a különböző anyagfajták másképp keltik.
És van olyan, amely bizonyos körülmények között antigravitációs hatást fejt ki, ez az úgynevezett Skalármező. Na most a Skalármezőről tudjuk, hogy létezik, mert a kvantumát, a Higgs részecskét felfedezték, és erről volt is itt több előadás a Higgs részecskéről. Tehát erről biztosan tudjuk, hogy létezik. És azt is tudjuk, hogy ez a Higgs mező valamikor az idők hajnalán, 10^-35 másodperccel a nagy bum után, igencsak alapvető szerepet játszott a kozmológiában. Ő okozta azt az exponenciálisan gyorsuló tágulási szakaszt, amit úgy hívunk, hogy inflációs korszak. Akkor a tágulás nem lassult, hanem gyorsult, valamikor régen. Hát most megpróbáltam lerajzolni az univerzum tágulásának a vázlatát, tehát a Friedman görbék helyett a realisztikusabb görbéket. Fölfelé az univerzum méretet, amikor két objektum átlagos távolsága van, viszintesen az idő múlik. A nagybomból elindult egy lassuló tágulás. És valamikor 10^-35 másodperc körül megindult egy gyorsuló tágulási szakasz. Ez nagyon erős volt, tessék ránézni, hát ugye az ábra az nagyon torz. Ami egységnyi távolság volt, az nagyon rövid idő alatt 10^60 szorosára megnőtt, ez megint óriási szám. Nagyon, hát nem fért volna a papíron, ezért kicsit torzítottam. Az infláció hamarosan véget ért, szinte olyan 10^-30 másodperc környékén, és akkor megint átállt az univerzum egy lassuló tágulásra. És ez tartott sokáig, de körülbelül 10 milliárd évvel a nagybum után, tehát nem olyan régen, 3 milliárd éve, akkor megint elindult egy gyorsuló szakasz, és most valahol ebben vagyunk, tehát hogyha megnézzük, hogy hol van a most, akkor körülbelül itt vagyunk ennek a görbének. Tehát ilyen, mint aki járt régen a Vidámparkba, tudta, hogy ilyen lögd meg a kecskét, valami ilyen típusú pályán kellett földökni ott egy kecskét a nagy erővel. Na hát valahogy így tágul az univerzum. Kérdés, hogy ezt a jelenlegi, a görbe végén levő pirosan rajzolt szakaszt, ezt milyen antigravitációs hatás okozza? Vajon mi okozza? Hát a kozmológia állandó, amit Einstein beírt, és akkor biztos van. Vagy a X-mező, ami az előzőnél már bevált, vagy ennek valamilyen rokona. Hát sok elmélet van, és azok mindenféle furcsa neveket adtak, például sokan hallottak a sötét energiáról, ami egy anyagfajta, és csak általánosképpen hívják energiának, másképpen úgy is mondják, hogy inflaton vagy quintesszencia, én jobban szeretem quintesszenciának hívni. Tehát ez egy feltételezett anyagfajta, amiről pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy van, és az univerzum anyagának a jelentős részét teszi ki, csak nem tudjuk, hogy miből van. Én vizsgáztatni szoktam az egyenleteiből, tehát ez egy olyan jó dolog, hogy tudunk róla, csak. Tehát vizsgáztatni lehet belőle. Na, vagy esetleg még valami nem ismert hatás, még lehet másfajta nem ismert dolog is lehet a világban. Nem tudjuk. Van egy merész ötlet, ami nem olyan régen, néhány éve bukkant fel. Érdekes módon nem tudományos közleményekben, hanem ismeretesztő könyvekben jelentette meg, nem akárki, hanem Penrose, akiről már volt szó, és aki a tavalyi Nobel-díjat kapna nem ezért, hanem a korábbi fekete lyukakkal kapcsolatos munkásságáért. Penrose azt mondja, hogy a mostani gyorsuló tágulás, tehát itt a piros görbe a része, ez nem más, mint a következő világegyetemnek az inflációs korszaka. A könyvnek az a cím, hogy az idő ciklusai, tehát valami ilyesmit akar mondani. Hát valami motiváció. Egy elemi részecskéhez, egy adott tömegű objektumhoz hozzá lehet rendelni egy hullámhoz, ez az atomfizikában alapvető szerep, ott a képet, Planck állandó per a tömegszer a fénysebesség, ez úgynevezett Compton hullámhoz. Tehát minden tömeges részecskéhez tartozik egy ilyen hullámhoz, és akkor azzal meg lehet mérni. Például össze lehet hasonlítani az elektronnak a Compton hullámhosszát, az atomnak a méretével, hogy kisebb vagy nagyobb, vagy milyen viszonyban van egymással. A csillagfizikában is alapvető, hogyha annyira összenyomódik, hogy az elektron már akkora lesz, mint a Compton hullámhossza, akkor kapjuk a fehér törpéket, szóval ilyen dolgok történnek. Tehát minden tömeges részecskéhez hozzárendelünk egy hosszúságot. Most Penrose azt mondja, tágult a világegyetem, minden struktúra elbomlott, protonok szétmentek, stb. Nem maradnak tömeges részecskék. Akkor nem marad méterrúd. Nem marad mivel mérni a távolságokat. Van a nagy univerzum, amit csak a fotonok töltenek ki. A fotongáznak megvan az a nevezetes tulajdonsága, hogy nagyítás invariáns, vagy konform invariáns. Penrose az ennek a nagyításra alapuló matematikának a zseniális tudora, tehát a matematikának van külön egy ilyen fejezet, hogy konform szimmetriáknak a tudománya, ő ilyesmivel foglalkozik, és hát ha ő mondja, akkor el kell neki hinni, tehát a Maxwell egyenletek, hogyha nincs anyag, csak a vákuumban a sugárzás, akkor tényleg ilyen. Ha az anyag elpusztult, maradt a sugárzás, akkor a világegyetem ilyen tágulás invariáns. Nem tudom megállapítani, ez kicsi vagy nagy. Tehát az a hajdani óriási hullám, vagy a majdani óriási hullám hosszú sugárzás, ami nagyon hideg sugárzás, az pont olyan, mint annak idején a nagyon kicsi univerzumnak a nagyon kis hullám hosszúja.
És azt mondja, még itt hozzáteszi, ez már egy kis fizikában való beavatkozás, hogy ugye matematikus eleve, de azért fizikai Nobel-díjat kapott, mert a fekete lyukakat jól megmagyarázta. Majd ott a világ végén, majd tíz a sokadikon év múlva, amikor már nincsenek struktúrák és nincs semmi mérhető dolog, akkor ugye vannak még gravitációs hullámok, a gravitációs hullámok valahogy átalakulnak Higgs-mezővé, és a Higgs-mező megindítja az inflációt, és akkor ott vagyunk, ahol kezdtük. Tehát ez az egyik piros görbe, meg a másik piros görbe, az ugyanaz a piros görbe, csak másképpen nézünk rá. Most ennek az elméletnek kétféle verziója van. Az egyik azt mondja, hogy hát ugye itt volt a infláció, ott a mi világegyetemi története, itt a következő inflációs korszak, az a következő világegyetemnek az inflációja. A durvább verzió azt mondja, hogy az ugyanaz az a mi világunknak a kezdete, tehát az idő egy körbe ment. Ezt is el lehet képzelni, matematikában minden lehetséges, ilyen modellek vannak, már Gödel is csinált ilyen zárt görbés körös modellt. Az idő visszatér önmagában, és akkor az megint a mi világegyetemünk kezdete. Penrose a könyvében szándékosan nem foglal állást, ezt is írja, azt is írja, azt is írja. Szóval az egyik esetben azt kapjuk, hogy a világegyetem az ilyen ciklusokból áll, exponenciális tágulás, aztán utána egy kicsit lassan megy, és akkor mindenféle struktúrák jönnek létre, elpusztulnak, aztán megjön az exponenciális tágulás, és így tovább. Ez egy végtelen világjelölő. A másik esetben viszont ez tényleg a mi. Na most ez matematikailag nagyon szép, én beleolvasgattam a számolásaiba, de fizikusként nem vagyok tőle elragadhatva. Elnézést, hogy Nobel-díjasokat bírálok, de miféle problémái vannak egy fizikusnak ezzel? Ugye volt az az elsikált játék, hogy a gravitációs hullám átalakul X-mezővé. Hogy csinálja? Hogy csinálja? Ezért legyen szíves fölírni a megfelelő keltő eltüntett operátorokat. Tehát ezeket ő nem részletezte, majd a fizikusok kidolgozzák. Kettő. Nem igaz az, hogy minden tömeges objektum elpusztult. Egy gyorsuló tágulás univerzum úgy szétszórja a részecskéket, hogy egy elektron meg pozitron nem fog találkozni. Az elektron önmagában nem fog szétsugározni. Maradtak a világban tömeges részecskék. Ezt ki tudjuk számolni, milyen arányban. Ezért van méterrúd. Tehát nem igaz az, hogy a univerzum egy ilyen katasztrofális tágulás után méterrúd hiányában szenved. Három, még hogyha mindenki elpusztul, akkor is van méterrúd. Planck annak idején 1900 környékén rájött arra, hogy az alapvető fizikai elméleteknek az állandóiból, a fénysebességből, a gravitációs állandóból, meg a Planck állandóból lehet konstruálni hosszúság, meg idő, meg tömegdimenziói konstansokat, és ezek univerzális, hogy mondjam, pixelezettséget biztosítanak az univerzumnak, tehát mindenféle elemi részecske meg tömeg nélkül is van egy abszolút skála. Természetesen mondhatjuk azt, hogy megváltozik az új univerzumban a Planck állandó meg egyebek, de akkor akármit is mondhatunk, hogyha nem akarunk semmiféle fizikai törvényt fenntartani, akkor a különböző világegyetemek között nincs semmiféle kapcsolat, az nem ugyanannak a új fejezete, hanem valami varázsszól előbukkant másik. Ha meg akarjuk tartani a kapcsolatot, akkor a Planck állandó, meg ezek igenis megtartják a kapcsolatot. Tehát mindez nem igaz. Ezért egy fizikus nem hisz Penrose-nak ebben a matematikai univerzumában. Nagyon szép, de nem tekinthető fizikai modellnek. Egyik volt tanítványom és kollégám a Facebookon megkért arra, hogy ha már itt beszélek az univerzum jövőjéről, akkor meséljek erről az elméletről is. Hát megtettem, nem tudom, hogy mennyire fog örülni neki a Miki. Na, viszont megkérdezhetjük, hogy akkor jó, hát nem ugye, hogy Penrose, de milyen lesz a jövő egy ilyen univerzumban? Hát azon múlik, hogy mi okozza a tágulást. Láttuk, hogy többféle oka lehet ennek az antigravitációs jellegű tágulásnak. Egyik forgatókönyv azt mondja, hogy van kozmológiai állandó, Einstein azt fölírta. Az egy univerzális állandó, a világban be van építve egy ilyen tágulási tendencia. Ebből az következik matematikailag, hogy örökös exponenciális függvény szerinti tágulás szerint, ugye De Sitter modell szerint tágul a világ. Ugye itt voltak az eddigi dolgok, hogy kezdeti infláció után egy lassú tágulás, és megindult egy ilyen görbe, és innentől kezdve a világ végéig egy ilyen exponenciális tágulás van. Ez egy lehetséges forgatókönyv, hogyha van kozmológiai állandó. Ebből viszont nagyon szomorú világ következik. Az történik, hogy egyre gyorsabban távolodnak egymástól az objektumok, és relatíve például azt látjuk, hogy egy galaxis gyorsabban megy, mint a fénysebesség, ez nem zavarja a relativitás elmélet, mert a tágulás az lehet gyorsabb. Tehát egyszerűen eltűnnek a távoli galaxisok a láthatáron túlra, onnan már nem jön fény, mert gyorsabban kéne jönni a fénynek, mint a fénysebesség. Szépen eltűnnek, és végül egyedül maradunk, a mi galaxisok ugye azt a saját gravitáció összetartja, de a továbbiakat már nem látjuk, üres lesz körülöttünk a világ.
Még ez már akkor is megtörténhet, amikor még nem bomlott el az anyag, tehát még vannak csillagok. A csillagokat tartalmazó galaxisok egyszerűen túlmennek a láthatáron, és nem látjuk őket, mint amikor a hajó így eltűnik a Balatonon vagy a tengeren a láthatár mögött. Képzeljük el, most akkor itt toborozzuk az embereket, hogy jöjjenek, mert itt lehet például annak extra galaktikus csillagásznak képződni. De hogyha egy 10%-on év múlva akkor valaki extra galaktikus csillagász lenne, akkor nem lát extra galaxisokat. Most kell csillagásznak jönni, most még látjuk a távoli galaxisokat. Ez az egyik forgatókönyv. Másik az, hogy a quintessencia, tehát ez a bizonyos sötét energia vagy egyebek, tehát egy Higgs-mezőhez hasonló anyag okozza a gyorsuló tágulást. Valamikor ugye volt az infláció, de az véget ért. Az infláció végénél megszűnt lényegében, elbomlott ez a Higgs-mező, és attól kezdve akkor tért át a gyorsuló tágulás, a lassuló tágulás az univerzum. Ennek a részleteivel megint egy külön kutatócsoport foglalkozik itt az egyetem, egy nagyon izgalmas dolog. Akkor kezdődött az ősi tűzgömbnek a kialakulása, hogy a Higgs-mező energiája a gravitációs energiával, utána pedig részecske, antirészecske párok energiájával alakult. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Ez megint megtörténhet. Ez azt jelenti, hogy újból jön egy lassú tágulási szakasz. Tehát itt voltak az eddigi szakaszok, az infláció, meg a mostani gyorsuló szakasz, és utána megint egy ilyen lassuló. És a számítások szerint még az is előfordulhat, ez az újabb lassuló, ez annyira lassú, hogy visszakanyarodik. Tehát lehet, hogy mégiscsak lesz nagy recs. Tehát ilyen, utána hopsz, végül lemegy. Akkor én kénytelen leszek erőszedni azt a haddiát, amit kihagytam, amelyben a nagy recsnek a fizikája van leírva. És van még durvább. Előfordulhat, hogy úgynevezett fantomanyag okozza ezt a tágulást. Fantomanyag az egy teljesen hipotetikus, nem tudok róla semmit, csak azt mondják, hogy az lehetséges olyan anyag, ami még a skalár mezőnél is erősebben okozza az antigravitációt. Ennek megvan a megfelelő matematikája, hogy kell leírni. És ekkor az derül ki, és ez nagyon durva, hogy az univerzum úgy tágul a végtelenbe, hogy véges idő alatt eléri a végtelent. Mindjárt lerajzolom. Tehát itt vannak az eddigi tágulási görbék, és akkor így megy tovább, és fölcsap a végtelenbe, úgyhogy közben véges idő telt. Tehát ott a világ vége. Konkrétan meg lehet mondani, 53,5 milliárd év múlva, hopsz, a világegyetem eléri a végtelent. Hát szétszakad a téridő, szétszakadnak az atomok. József Attila ezt is megírta, törvény szövedéke mindig felszakad, felfeslik valahol. Ezt hívják Big Rip-nek, nagyzutynak, ezt a ripet úgy kell érteni, azt a hangot kell utána az, amikor széttépek egy vásztat, ja, ezért sutynak vagy zutynak is szokták fordítani, mert ezzel lehet ezt a hangot, hogy a papírt vagy a vásznat széttépem. Törvény szövedéke és az univerzum tere így szét fog szakadni. Hát ez megint csak nem túlságosan örömteli jóslat. Mindesetre ezekben a modellekben rövidebb időkről van szó, mint a korábbi. Amikor azt mondtuk, tágul, lassulva, hát ott eljutottunk a 10%-on évvel, és akkor a helyi folyamatokat tudtuk vizsgálni. Az univerzumnak a dinamikája olyan, hogy véges idő alatt eléri a végtelent, vagy véges idő alatt annyira szétszórja az anyagot, hogy nem látni egymást, ezek sokkal rövidebb, tehát ilyen 100 milliárd éves skálán megtörténhetnek. Minden esetre annyi időnk mindenképpen van, hogy megmentsük és mindenki számára élhetővé tegyük a Földet, ha már ilyen szép helyen élünk, addig is, amíg még egyáltalán van anyag, meg vannak atomok, meg vannak bolygók itt a világegyetemben. Nem kell ehhez kimenni az űrállomásra, hogy lefényképezzük a napot, ezt ma reggel ennek az előadásnak az írása közben itt az ablakból készítettem egy hasonló felvételt. És hát, hogyha utána a Föld már mégsem lesz lakható, mindenféle helyi, hogy mondjam, a nap óriássá válik meg egyebek, akkor mi a teendő? Kell fotonrakétákat építeni. Természetesen József Attila ezt is megírta. És ha pislog már a nap, sarjaink bízóan csacsogva, jógépen tovább szállnak a művelhető csillagokba. Na, köszönöm szépen, itt a vége. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Mindaz, amit ma elmondtam, ez az utóbbi 30-35 évnek a fizikai felfedezésén alapult. De hát itt azért később nem csak univerzum lesz, hanem fizikusok is. Remélhetőleg a következő 137 kvintillió év alatt a fizikusok annyi mindent fognak felfedezni, és annyira fejlődik a fizika, hogy mindennek még az ellenkezője se lesz igaz. Köszönöm szépen a türelmüket, érdeklődésüket és a figyelmüket.